Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello Jani! Hello! Jó reggelt! Mindenkinek. Jó ez! Nem? De! Nagyon! Hello fiúk, szia lányok, új stúdiónk van. Hello Azt fiúk! Hittem vers lesz. Azt hittem valami verset mondasz, igen. Gyönyörű szépek lettünk, így van. Új stúdiónk van, gyerekek. Ami Gyulák és az ő stábja egész hétvégén dokumentáltan dolgozott ezen a stúdión. Folyamatosan kaptuk a kis fotókat róla, hogy épül-szépül a mi kis négy falunk közötti tér, és hát passzus, ez azért nem néz ki rosszul. Akkor asztal van, hogy nem látlak benneteket. Eltüntetek, olyan messze vagy. Itt vagyok átul. Igen. De tényleg nagyon szép. Minden megváltozott. Padlószőnyeg csere volt, asztal csere volt, pult csere volt. Mi volt? Ő Zsül, ő nem Zsül csere volt. Ő Zsül, ez a srác az. Az igen, a Zsül. Igen. És a te számítógéped van előttem. Az enyém? Odaadjam ezt? Majd még bizniszelünk. Nekem ez ugyanolyan, mert igen, gombok vannak rajta, meg ézé, meg egy monitor. Igen. Na mi újság van, gyerekek? Jók hogy telt a hétvégén? Az új stúdión kívül mi az újság? Az új stúdión kívül mi újság? Hát életem legjobb döntését meghoztam a hétvégén, pénteken előre küldtem a családot. Na. A Velencére, nekem még volt egy kis esti dolgom, ami hajnali 3 óráig eltartott. Ugye, hát az ember megindul az éjszakának, akkor meg kell beszélni. A fürdőn a drágoda? Nem, azt már otthon kerestem, és mondtam magamnak, így, illetve a béka mondta, hogy szerintem az jó ötlet, hogy te másnap lejössz biciklivel. Hova? Velencére. Velencére? Szerinted. Fölkeltem 6-kor, mert mondom, a gyerekeim elől nem veszem el saját magam, hogy legalább már 9-10-re ott legyek a Velencei tónál kerékpárral. És hát ez 3 órás fekvés után történt meg. Isten. Gyerekek, fölkeltem, mondom, ezt nem igaz, igazi férfi vagy Ferkó, lemész. Hetesen. Meg tudod csinálni. Hát nem tudsz másfelé menni. Nem, az M7-esen. Az M7-esen itt egy hülye biciklizik. Bocs, gyerekek, sietek. Ne dudálj! És úgy mentem át, hogy átmentem a városon, 6-oson ki Érdre, odáig egész megvagy, és mivel ugye korán indultam, akkor még nem volt semmi, alig volt forgalom. Érdi benzinkútnál megálltam, refresh üzemmódot vettem magamnak, majd a 7-esen mész tovább. Atya ahol Isten. Gyerekek, szombat reggel olyan forgalom van, mint az állat. Sokan mennek arra. Nagyon, nagyon sokan. Igen. Hát nyilván most, ha belegondolsz, hogy ugye 3000 valamennyi most egy ilyen 10 napos bérlet az M7-esre, ha most valaki a Velencei tóig megy Érdről, akkor mondjuk biztos nem vesz. Akkor nem is dolga. De tovább mentem hősiesen, dudáló autósok között, akik hát egyébként jogtalanul dudálnak rá, hiszen a 7-es számú főúton lehet bringázni. Ugye nincs kitéve az, hogy igen, csak ők elszoktak ettől, hát a látványtól. De nem, egyébként voltunk ketten, például volt a Velence előtt, mi van ott? Martonvásár és Velence között van valami kis falucska, ahol például egy nagyon jó képességű kapás bácsi tekert velem együtt a falu széléről. Ő már végzett ugye a földeken reggel, mire én odaértem, az ilyen 4:10-5:10 körül volt, és ő is becsatlakozott a dologba. Csak hogy ez 2 kilométerig tartott. Hát körülbelül egyébként jó volt kísérőnek meg szélfogónak, mert megalázó módon ilyen országúti kerékpárosokkal tekertem, tudod, az a bringa, yeah. Hát az arra van, hogy menjél, mint az állat. De Monti válmész, nem? Nem mountain bike, hanem city bike, vagy track, azt hiszem, ezt így hívek, hogy trekking, nem tudom. És hát a rendesek, tudod, az országút is, azok mennek, mint a barom. Tehát ott nincs mese, így mész fölfelé, te szerinted már fönt vagy a Csomolungban, vagy a nem tudom hol, az meg így elmegy melletted. Na mindegy, 10 óra, 2,5 órás tekerés. Landoltál? 55 kilométer. Megérkeztem. 2,5 órát mentél? 2,5 óra. Hát 55 kilométer az azt jelenti, hogy ilyen 22-es átlagot hozol, az nem volt az rossz, meg hát ehhez a testhez képest, ugye mindig viszonyítsunk, hogy hova kell tenni a dolgot. Nem mindegy, igen. Igen, ugye, és hát megérkeztem, én büszkén beledöltem a család karjaiba, és mondta a gyerekeknek, hogy kérhettek bármit, csak mozdulnia ne kelljen apának egy 4 órán keresztül körülbelül, de nagyon jó volt. Úgyhogy büszke voltam a sport teljesítményére, most nincs jobb térdem, ma Jánossal beszélnem kell, hogy mit kell szedni ilyenkor, hogy visszálljanak a dolgok. Viszont a Velencei tó fürödhető, várjuk benne. Az milyen durva. Képzeld, bent voltunk.
a gyerekek már szombaton, én mondtam, szombaton én még nem megyek be, az nem olyan nap, de vasárnap. Jó, én... te az nap nem tudtad, hogy mit csinálsz, tehát, hogy... Semmi, csak kóvályogtam, mint egy hülye egész Velencén. Viszont vasárnap már lehetett benne úszni, meg gyereket dobálni. Hány fokos? Hát szerintem 20. 20? Hát az már jó. Jónak nem jó, hát az nem mondanám. Úszásra az jó. Az már ilyen fürdetett. De sok fürdő nem volt, sok ember nem volt. Úgyhogy én ez voltam. Grill partizás a szakadó esőben, mert azért vasárnap délután. Volt eső? Nem tudom, nem voltam itthon egész hétvégén. Ja, hát úgy könnyű. Nálunk vasárnap délután volt. Nálatok? Igen? Valamennyi volt. Nem sok igen, egyébként. Gyors. Ez hál' Istennek elmaradt ez, amit így az első 6 napra így ígértek a hétből, illetve még a hétvégére is, hogy itt ott ott záporok. Bár mondjuk én láttam olyan képeket a Balatonról, meg a környékéről, hogy valami irgalmatlanul durva, ilyen apokaliptikus özönvíz jellegű eső zúdult valamelyik balatoni település, az nagyon durva volt, de nálunk ez így kimaradt. Mi pénteken mozizni voltunk a barátokkal, gondoltuk, hogy befizetünk egy első osztályú popcorn mozira, be is fizetünk egy popcorn mozira, de hogy első osztályú... Mi volt? Mi volt? A Godzilla. Jézus Isten, de már a nevébe benne van, hogy az nem lehet jó. Én imádom az ilyeneket, tehát ugye jó popcorn mozikat én szeretem. Könnyed, laza, sorakozás, most ez a második. Második. Ez a második belőle, de az első, ami nem tudom hány évvel ezelőtt volt, az gyakorlatilag köröket ver erre. Az én senkinek nem akarom elvenni. Tessék? Jean Reno-s az volt az elsőben, igen, benne volt a Jean. Igen. Én egy Godzillát nem láttam, de aha, még a 60-as években sem, mert semmi, nem is. Csak tudom, hogy kijön a tengerből, és felhőkarcolók között sétál, és helikopterrel lövik. Tehát na, én nagyjából ezt tudnám elmondani a Godzilláról. Így, jó, ez kb. Ez, ugye? De hogy egyébként ezt jó meg is lehet csinálni, mint hogy az elsőben szerintem, hogy nagyjából sikerült is. Most én senkinek nem akarok elvenni a kedvét, de csak annyit mondanék, hogy jó pap volt itt, úgyhogy menjetek, nézzétek. Na, én már a címében benne van, Godzilla. Atya úristen. Ha egyedül ülsz egy szobában, és nem hív föl senki, és nem csinál semmit, az is jobb. Akkor sem megyek el a Godzillára. Akkor sem ülnék be a Godzillára. Tehát, hogy ez így... Figyelj, tehát az, hogy ja, és akkor jó, és akkor ezek a dinoszauruszok előtti lények, ezek nukleáris energiával táplálkoznak. Jó, akkor mivel lőjük meg? Atombombával. Jó, oké, de azzal táplálkozik, de akkor legyen még nagyobb atombomba, mert akkor talán az összél jó, de ez most nem jött be, de akkor a harmadik atombombát, mert az már a tényleg akkora, hogy itt... Figyelj, és az a fikcsi, az nem jutott eszébe senkinek a filmben, hogyha ezek dinoszaurusz előttiek, akkor hogy atombombával hogy táplálkoznak? Vagy ez mert már akkor úgy... még a radioaktivitás akkora volt a Földön, hogy ez ja, meg, nagyjából meg van magyarázva, de aha, hogy körülbelül ez az egyetlen logikusnak tűnő dolog aha volt benne. Figyeljetek. Úr, te amikor, szenvedés, mi? Amikor az utolsó fél óránál már nézed az órádat, érted, és így kotorászol az egyébként már félretett műanyag doboz, hogy hát ha marad benne még egy kis nachosz, amivel el tudnád tölteni az időt. Na, hatszor megviszed a telefonodat, 8-szor végig internetezted az egészet. Tudod, amikor már így, amikor már egy barátaidat sem tudod meggyőzni arról, hogy ebben a filmben van még egyetlen olyan momentum, még egy perc, amiért érdemes itt maradni. Fia, vége amikor, nagyon látványos. De legalább úgy néz ki, mint a japán, mint az eredeti japán Godzilla. Jó, de hát basszus, ülünk, már majdnem két óra. Jó, két órás? Jó Isten. Te jó Isten. És ráadásul én fizettem a jegyemet, tehát még csak meg se hívtak. Kutya, ki kell fizetni a saját jegyedet? Hát rohadt egy világ, ez iskolája. De hagyni, hogy körbehívogatjuk egymást, és most rohadt pont egy ilyen élet kör jött ki, hogy egy basszus ki kellett fizetni. Hála Istennek a végén hazavittek. De hát, több ilyekét is kifizetted? Vagy csak? Mit? Nem. Azért, nem, jó. Ja, nokodjál már. Hát ezek után, ha kifizette volna, visszakérem. Na mindegy, úgyhogy ez volt. De ha már filmet mondtál, Mundurcó Kornél, a hatalmas siker, így van, a Fehér Isten. Kán, így van, igen. Megnyerte, mint az állat a Fehér Istennel, úgyhogy... Saját kategóriáját, hát, ugye? Az elég az nagyon nekünk, jó, persze, jó elég az. Nekünk két órás vetítés, és viszik Amerikába a filmet, gyerekek, meg állítólag Anglia, mindenhol fogják. És a főhős kutyus is megnyerte a saját kategóriáját. Az milyen, hogy van kutya kategória? Tök jó. Na csak a filmről jutott. Itt egy hatalmas, igen, hatalmas siker. Igen, igen. Bárcsak gyerekek, én összesen 6 órát aludtam a hétvégén. 6-ot. Buli volt? Nem, rafting túrán voltam. De basszus, nem félsz, hogy a hibernátság állapotába de kerülsz, hogy téli ávot kezdett. 6 fokos volt a víz. Tudtatok sportolni? Tudtunk, igen. Igen, 6 fokos vízben. Nem csak nézted őket a partról? Nem, bementünk. Hát elég melós. Elég melós a dolog, gyerekek. Tehát áradt a folyó, körülbelül fél méterrel volt följebb, és egy ilyen 4-4,5 órát elvesztünk az első napon. A második napra a feletársaság kidőlt, és mondtuk, hogy köszönjük szépen, elég volt. Hát nem vicces, mikor beborulsz. Nem? Nem. És mondják, hogy emeld fel a lábad, mert ha a lábad beakad egy sziklába, akkor ahogy beakadsz a sziklába, már abban a pillanatban is a víz áll, csak hagyján, beakad a sziklába az a lábad, abban a pillanatban jön a víz, és olyan erősen nyom a víz, hogyha bokáig ér, akkor már elsodor, de ez nem bokáig ér, hanem mellé. Átnyom a szikla másik oldalára, és megfullant. És mondják, semmi baj, emeld fel a lábad, tökéletes lesz, ne akadj le. 6. perc. Balázs, amit mondtam!
hatodik percben sikerült egy olyan zúgónál beborulnom. A zúgó az, amikor besűr, jön a folyó, kicsit összesűrűsödik, vagyis beszűkül. Nagyobb a sebesség. Nagyobb a vízhozam, és mit tudom, esik egy métert lefelé. Picit nagyobb a halálfélel. Hátül a kormányos, elölül az, aki az életért. A masinista. Aha. Függőlegesen rohansz bele a zúgóba. De várjál, bocsánat, a hátsó ember ért hozzá? A hátsó ember nem, van egy ilyen kis képzés előtte. Nagyon jó fejek, akikkel voltunk, nagyon jó iroda volt, nagyon helyesek voltak, nagyon szerettek minket. Mondtuk, hogy a durvábra vigyenek, mondták, hogy aha, switch-e. Kérünk, természetesen menjünk a durvábra. Voltatok már? Nem. Akkor menjünk a durvábra. 6 fokos a víz, neoprém ruha rajtad van. Beöltözöl, megkapod a kis képzést még a szárazon, fölveszed a ruhát, ugye hát azért ott először, mikor vízbe mész, az elég csúnya. Majd elindultok, két személyes, tehát ez nem a 8-10, mert nem, ugye aha, az lassabb. Tehát ez a két személyes kicsi ilyen kis. Ez a gyors, mert a nagy gyors. A 8 személyes az gumi. Az nagy gumi, ez is gumi, csak ez ugye két személyes, és tehát a 8-an ültök benne, akkor kicsit lassabb, az olyan nyugdíjasabb, legalábbis ezen a folyón. De most ez árat, úgyhogy a 8-as hajók, meg a 10-es hajók. De csak is a baráti társaság volt, nem gyógyított a közben. Balázs ismer ki össze a nénivel, ő maradt utolsó. Magdi néni vagy a parancsúl. Még soha nem neveztem. Így van, az utolsó tétel, ez a bakancs listája. De őrületesen jó, és az áradó folyóban a 6 fok környékén azt látod, hogy az egyik erre borul, és másik vissza a hajóba, jönnek menteni vissza, beleülsz a hajóba, és mondják még a vízbe, vagy, hogy gyorsan siess, ott a következő zúgó, és már mászol vissza a hajóba. Azon még senki nem jutott át élve, hajrá Balázs! Őrületes, őrületes küzdés az életedért, nagyon-nagyon nagy élmény. Én még nem raftingoltam soha, ez valahogy kimerült. Ha kiesel, akkor ott vissza kell szállnod. Ha kiesel, akkor vagy mentenek, vagy ha a folyója részén vagy, akkor kötelet dobnak neked partról, mert mennek biztosítani előre egy-egy olyan részén, vagy el is tudod kapni. Ha olyan részén, vagy el is tudod kapni. Ha nem tudod elkapni, akkor nagy a baj, akkor utána megint megpróbálnak menteni. Van egy túravezető, aki kajakkal jön, és ő nagyon jól kajakozik, egy lány szenzációsan ment, ő hajóról próbál téged menteni, hogy menj oda és kapaszkodj bele a hajóba. Azért, hogy amikor a hullámon kim vagy, akkor vegyél levegőt, mert völgyben nem világos, tudsz levegőt venni. Persze. Ne ijedj meg, fönn a láb, majd valahol kiszednek. De, hát ezt én teszteltem először. De ugye ez... nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ezek közül az információk közül, amiket átadnak az oktatáson, nem mindegyik jut az eszedbe akkor, amikor lefelé néz a fejed. Mivel hülyére röhögöd magad a barátaiddal, és egyáltalán nem figyelsz az oktatáson, hogy ki a kormányos, hol fogod a lapátot, és az a legviccesebb, hogy valaki hanyat esik a padról, az leesik és borul az egész pad, és hát ezen szórakozunk. Így az oktatásra kevésbé tudtunk figyelni. A buszon még mindent megkérdeztünk még egyszer, hogy mi van, ha valaki borul, majd be a vízre, és nagyon profi csapattal mentünk egyébként, tehát az egész iroda hihetetlenül profi. Ketten jönnek veletek, látták, hogy azért nem vagyunk teljesen bénák, tehát hogy a vasárnapi túrára egy csomó mindenkit nem engedtek már el. Bemész egy ilyen kanyon részbe, mert azt kihagytuk, mert picit fáradtak volt, meg fél ötkor sikerült lefeküdni. Bemész egy ilyen kanyon részbe, ilyen magas fal között beszűkül a víz, és brutális sebességgel. És mondták, hogy ott nem biztos, hogy jó beesni, mert ott nem biztos, hogy ki tudsz jönni. Ja, igen, tök jó. A túravezető érezte, hogy nem ti vagytok az a csapat, akit oda kell vinni. De bevitték aztán őket a durvább szakaszra, és csak arra, mert nem mentünk, mert szombathajnalban fél ötkor sikerült nyugóbora térni, és ott 8-kor ébresztő van. 10-kor már jön érted a busz, hogy visznek a folyóhoz. Úgyhogy nagy mulatság, érdemes menni, mert nagyon egyszer jó. Akkor nevezhetünk ezen túl Patrick Raftingnak. Az Patrick Rafting. Patrick Rafting vagyok, igen. Sikerült egy olyan irodát megtalálnom, gyerekek olyan profin szervezik. Nagyon jók vannak már. Nagyon sok van az interneten, és ők nem is az elsők, negyedik, ötödik link talán, de nagyon profin intézték. Osztrák kis házikóban laksz, apartmanban, osztrák házinéni kirakja a reggelit, megreggelizel, fölmész a táborba, eligazítása, lent laksz a faluba, fönt van a tábor, beöltözöl. Ja, az azért van, hogy a hulládat lemossa a víz. Az anya, hogy szépen megérkezel, igen. Igen. Vasárnap volt egy csapat, akik három hajó szorult be egy szikla alá. Oh. Brutális zúgó, bent a szikla alatt a három hajó. A három hajóból az összes embert kimenteni a vizen keresztül. Nem is tudom, hogy vállalták be egyébként. Majd egyenként a hajókat is kiszedni. Ott volt, mesélték a barátok, akik mentek még a vasárnapira, hogy na, az nem volt nyugodt. Állt a vízbe, úszott, aha, mentették, de mondták, hogy gyorsan vissza a hajóba, mert jön a következő. És azt nem jó úgy venni, hogy vízbe vagy. Ja, igen. Úristen. Ez azért volt ennyire durva, hogy árad a folyó. Tehát és ilyenkor valamikor fél méterrel, vagy 40 centivel magasabb a vízmagasság, ugye jön le a Hokkáról és a hegyről a hó, aha, meg ugye nagy esőzések voltak, és az brutális vízsebesség, brutális vízhozam. Tehát, hogy melós. Na, és kiket nem hagytatok aludni az éjszakai bulival? Tehát ki volt az, aki reggel úgy kellett, hogy én mennék ma, de nem inkább a vízre mennék. Kedvesek nagyon a srácok, de inkább a vízre. Arra emlékszem, hogy hajnali fél négykor arra jöttünk rá, hogy kizártuk magunkat az apartmanból.
Gratulálok. És nem fogunk tudni visszamenni, és egy órát filoztunk, hogy kit keltsünk föl. De csak egy barátunk maradt bent, aludtak, viszont lehalkította a telefonját. És azért megpróbáltunk az erkélyen, meg az ajtón keresztül visszamászni, meg bemászni ablakokon, ami nem a mi apartmanunk. Na, hát az jó. Az jó. Hanem egy vadászcsapat. Egy nemzetközi vadászcsapaton keresztül próbáltuk a második emeletre visszamászni. Úgyhogy, hát vannak fejlődők. Elé meg amikor... a régi hetessel is össze, érted, basszus. Igen, az első eligazításban nem sokra emlékszem, mert ugye felét bóbiskoltam, a buszban még úgy megpróbáltam leveredni, úgyhogy nem, tehát most mindjárt víznél vagyunk. Mondom, akkor elkezdek öltözni. Balázs vett fel a sisakot, hogy milyen sisakot, ja, hol vagyok, rendes, hova hoztatok meg? Bukós sisak, mentőmellény, minden, kötelező, hogy nem, mentőmellény, persze. Már hogy méretben. Volt, a bukós is hát a szokásos. Nem egy ilyen klassz FMS-ről, hogy hívják, mert polár. Előre kértem, hogy te, srácok, ne alázatok meg, a legnagyobbat adjátok, XL-es volt, hát nem kellett bekötni, mert megnyomták fölül, lehajoltam, és rászorult a fejemre konkrétan. Igen. Úgy szálltam le a hajóból, 5 óra után egy ilyen piros csík volt így elől a homlokomban, annyira nyomott a sisak. De nagyon-nagyon nagy mulatság, úgyhogy érdemes mindenkinek próbálni. Megadom, gyönyörű hely. Nagy, hát az valami elképesztő. Tehát olyan részeken evezel, hogy mögötted a hegycsúcsos osztrák hegyek, fenyőerdő, közben egy kis kanyonszerű völgyben megy a folyó, hidak fölötted. Balázs, gyönyörű. Ha mögötted vannak az osztrák hegyek, akkor rossz irányba mész. Igen, fordulj meg. Mondom, egy kicsit melós, de mondták, ára szembe vagyok, fordulj be. Van adrenalin benne, szóval nagyon-nagyon jó mulatság volt. Na, úgyhogy én vasárnap este jöttem, nem is tudok se Forma 1-et, se EP választás, nem is, mintha sok mindenről maradtam volna le. De hogy igazából semmi. Real Madrid, Atletico, azt is csak így interneten keresztül. Na látod, ezért jó a negyedórás hírmagazin. Mert most beülök és mindent meghallgatok. Igen. Ez van. Jól van, hogy állunk játékkal? A 0-0 jelen pillanatban, hétfő. Ja, megszerzik érzéket kínni. Az jó, igen. Azt hittem, már péntek van. Kicsit olyan állapotban vagyok. 0-0, de fura, ez hétfő. Mindig ez van. Mi volt a múlt héten? 3-2-re nyertünk. Két nyert hét van mögöttünk. Igen. Az elsőt Jani vitte végig, ugye 5-0-ra, és 3-2 lett a múlt hét. Az jó. Nagyon. Akkor megnézzük, hogy ki játszik ma. Jó, lehet jelentkezni SMS-ben játékra. SMS számunkat mindenki tudja, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan, 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. M6-oson Pest felé száll a 49-es kilométer után mérnek a hídról. Budapest felé. A felüljáróról. Ezt Huti is elküldte nekünk, és még valaki. Köszönjük szépen, mi pedig valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Nem az? Jó reggel. Várjál, hát ha ez. Halló. Halló, jó reggelt kívánok, sziasztok. Halló. Hello. Bea. Izgulsz kicsit, Bea? Kicsit, igen. Kicsit. Pécsről? Pécsről. Na, ott voltál a kitelepülésünkön? Igen, ki tudtam menni egy kis időre, de jaj, sajnos de jó. Játszani nem tudtam. Nem tudtál játszani, de látod, hogy az élet igazságot szolgáltat, és most itt vagy. Látod? Na, Bea, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Bea. Hát én magam is így döntöttem volna. Én nekem nagyon sűrű volt a hétvége. Nagyon sok szempontból volt nagyon sűrű. Mindenképp, úgy érzed? Rámész a sebezhetőre, mi? Hát talán könnyebb. Ma igen, ma igen. Igen, 6 órát aludtam a két nap, úgyhogy nem vagyok túl erős formában. Na de, a játék az egy komoly dolog. Jani? 3, 2, 1, fire! Bea, te mit csináltál hétvégén? Aludtál sokat? Aludtam, de voltam pénteken a lányommal cirkuszban. Cirkuszban? Cirkuszban, jól hallod. Na, mit láthatunk? Bohócokat? Voltak, de mi szerencsére jó cirkuszt láttunk. Ez a nagy pesti, vagy valahol ott Pécs környékén? Hát pontosan nem tudom. Aj, de kár értem. Azt pont ezt akartam kérdezni, hogy ez utazó cirkusz jellegű lett volna, vagy valahova jöttetek, de azt mondtad, hogy pontosan nem tudom. És még 6 óra alvással is. Egy hát ez nem rajtam múlt, gyerekek. Hát, a jövő héten megnézzük 5 óra alvással is. Próbálkozok majd újból. Jó, van be, ügyes voltál egyébként, csak egy picit izgultál, valószínűleg emiatt mondtad ki. Igen. Jó, de nem baj, itt voltál, játszottunk. Mit láttatok tényleg, mi volt? Volt valami jó?
a Nemzeti Cirkuszban voltunk, na, és igen. De jó. Szerintem tök figyelj, jó volt. Egyébként tényleg a Fővárosi Nagycirkusban és mindenhol máshol is vannak színvonalas előadások. Én tudok csak mindig belenyúlni abba, amikor két hajollógó lányból az egyik a frankfurti reptéren elkeveredik, a másik egy kardot tesz a homlokára, és felmászik egy félig lángoló falra. Mindenki más egyébként jókat lát, de vannak színvonalas előadások. Bea, köszi a játékot! Én köszönöm. Ne legyél nagyon elkeseredve, jó? Hát próbálkoztam. Jó, játszunk még, hogy leszel naphallgatója, jó? Nagyon szépen köszönöm. Ciao, hello, további hello. Napot nektek. Szia. Szegény. Tönkretetted a hetét, hagyod mindent. Picit a szívére vettem. Én meg sajnálom a játékosokat, de nem tudunk mit csinálni. Hát most nem mondhatjuk azt, hogy na jó, akkor odaadjuk. Jó lenne, de hát akkor mit csinálunk holnap azzal, aki kikap, és annak meg nem adjuk oda, nem? Meg ki tudja, hogyha nyert volna, hogy kivetközött volna az is lehet. Na mi van? Na mi van te, ugye? Álszaskodtál. Így csírázott volna meg minden. Igen. Na jó, van, megnyitottuk a hetet, gyerekek. Így kell, nem? Jó volt. Szépen fokozatosan, nem hogy visszaülünk arról, hanem vágtázunk is most. Folyamatosan lóról lóra ülünk. Átszállunk. Hallod, ez egy csikós show. Igen. 60 pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk megújulva, megszépülve. Ez nyilván ránk vonatkozik csak, ti ebből keveset éreztek, viszont mi nagyon örülünk neki. Mert hogy nagyon szép a stúdiónk. Messzebb kerültünk egymástól, de látjuk egymást. Most már egyre kellemetlenül érezem magam egyébként, így reggelenként, amikor behozom ide a kis elemózsiámat, és leteszem az asztalra, mert a régi egy picit lelakottabb stúdióban, de nem volt semmi fura. Most meg így, jaj, a szép asztalra. Jaj, egy kis morzsás lett, jaj, itt egy pici kis joghurt, ó, a paradicsom, hova tegyem, sehol nem tudom, minden olyan szép. Viszont ez letörölhető, nem úgy, mint az előző. Na, nem is az, hogy letörölhető. Kb. Föléromul már megszokom, és akkor mindent megint hozok be majd. Kövess engem. Én már holnap itt enni fogok. Ha visszatérek az életbe, holnap már táplálkozni fogok az asztalon. Ma még nem, meghagyom. Ez az első napja a pultnak, nem? Zseniális. Nem, ma még zseniális. Nem. Ne üntsünk ma nem még bántom. Bele semmit. Nem. Igen, ma még nem teszek át benne. Ez a Gyula, ez egy hős. Ez igen. Egy hírosz. Ez egy gigász, egy titán. Mindezt egyébként két nap alatt, gyerekek. Hát azért az komoly teljesítmény, hogy két és fél nap alatt. Na, van egy foci VB játékunk, és igen. És jön rá az SMS. Akkor ezek szerint lesz foci VB. Igen. Na, megtartják, gyerekek, a foci VB-t. Hát ezért kérdezem. Amit egyébként hallok, igen, hát nem véletlen a kérdés, persze, amit hallok az, hogy valami bődületesen rossz állapotban van ott minden. Tehát azon kívül, hogy rendőrök lövöldöznek a favelákból kiszabaduló emberekre, akik egyébként blokád alatt tartanak városrészeket, hogy lesz ebből x hét múlva? Nagyon érdekes. Futball világbajnokság. Izgalmasan, tudod? Tehát mert lövés elől gyorsabban szaladsz. És ráadásul utána rendeznek egy olimpiát is, és a NOB azt mondja, hogy majd meg fogják nézni, hogy ez a foci VB-hez hogy sikerül, és akkor ennek megfelelően fogják majd elbírálni a rendezésnek a jogát, így utólag is, mert hogy állítólag sokak szerint az olimpiára készülő létesítményeknek a nagy része még nincsen olyan állapotban, hogy abból legyen aztán majd olimpia. De persze a brazilok azt mondják, hogy dehogy is, nem, már túl vagyunk a nagyján, stb. De már felmerült az is, hogy adott esetben London lehet London. A beugró. Igen, ezt én is hallottam, hogy elveszik. Nem is várnak 2016-ig, hanem azt mondják, volt már ilyen, hogy London beugrott, hogy elveszik tőlük, mert hogy semmi nem készült még el, tehát hogy van, amit el se kezdtek. Két évvel az építkezés, vagy az olimpia előtt azért az elég kemény. Igen, most veszik el a földet az őslakosok. Igen, de igen, van minden, megvan ugye, nem olyan rég volt olimpia, azok még működnek, jó lesz. Valamikor történt már ez, hogy London beugrott, és akkor ők tartották, mert hogy valamelyik városban ugye bedőlt, hát London már helyettesített, nem először fordulna elő, de amilyen állapotok vannak, szerintem simán elveszik tőlük. A brazilok azok ilyen laza nép, nem? Tehát ott valószínűleg úgy megy ez a stadion építés és a VB-re is úgy, hogy azt mondja, a dobosok meg a táncos lányok már elférnek, nem meg vagyunk. Nem? És kb. Pálya kész van, két kapu fönn van. A fölfestést majd megcsináljuk jövő héten. Dobosok, szambatáncosok elférnek el. Oké, okay, mehet a VB. Gondold el, hogy mekkora baromság ez a négy évente egy nulláról egy idegen városban, ha csak nem egy olyan város kapja, ami már megnyerte. Dollár milliárdokért felhúzunk olyan építményeket, amit aztán a büdös életben nem fogunk tudni kihasználni. Micsoda eszméletlen pénzszórás elbújva egy ilyen hamis ideológia a sport szeretete mögé, nem? Nézd meg, mi van most Szocsiban.
Láttátok azt a megdöbbentő képösszeállítást, hogy a természet újra elkezdte átvenni a felépült téli olimpia helyén az uralmat? Csak nézzék, essék az alvállalkozók. Egyébként az hogy lett felépítve, hogy fél év után már... Figyelj, de kérdezed, hogy burjánzik a gaz. Burjánzik a gaz, azért elkezdett repedezni a beton, ja. Elkezdett omladozni egy csomó stadion, egy csomó építmény, feljöttek az utak, üresek a szállodák, ja. A kutya nem megy arra, hát egy tengerparti városról van szó, de hát ugye ezt kicsit arrébb építették a tengertől, tehát azért a hosszú, mint 16 kilométert lesétálsz itt strandpapucsban a tengerig, tehát nem nagyon tudsz oda menni. És volt egy riportsorozat arról, hogy hogyan néz ki a sok-sok-sok dollármillióra átváltott orosz pénzből fölépített ugye, építménykomplexum. És hogy körülbelül 5 éven belül az enyészeté lesz. Lerohad, besüllyed, eltörik, lebomlik, és 10 év múlva úgy fog kinézni, mint mit nem tudom én, Csernobil, utána a lakótelep, nem tudom én, 1996-ban, benövi a gaz, elhagyatott épületek, senki nem megy oda. Hogy mennyire értelmes dolgokra lehetne ezt a pénzt elszórni. 5 év múlva ebből már semmi nem lesz. Nem kell 10 évig nézegetnünk, érted majd? Azokat a lehangoló képeket 5 év múlva már semmi nem lesz belőle. Na de rengeteg pénz ment bele. Hát miért nem csinálják azt, hogy kialakult infrastruktúrával létező országoknak odaadják, mert hogy mindig az nekik. Ideológia, hogy jót tesz annak az országnak, ahol épül, mert fellendíti a gazdaságot, új dolgok készülnek, utak készülnek el, metró készülnek, de hogy ez bebizonyosodott, hogy még a londoni is alig térült meg, és még a londoniaknak is nagyon kell dolgozni azon, hogy az olimpiára újonnan felhúzó stadionokat, építményeket valahogy ki tudják használni. Pedig azért ott vannak koncertek, vannak világsztárok, vannak történések egy-egy hétvégén, tehát nem csak egy, mit tudom én, maratonfutás van egy évben ott. Tehát, hogy egy csomó innen történik, és még a londoniaknak is nagyon nehéz ezt nullára kihozni. És nem lehet mindig ugyanott csinálni? Tehát miért? Mit kell itt változtatgatni? Szerintem Budapest. Aláírtad te is 10 évvel ezelőtt? Nézél odát? Olimpiád Budapest. Nézél odát? Osztaku mindig nálunk van. Nincs hát a turizmus 4 évente. Hellóka, jönnek a híres sportolók, jönnek a szurkolók, meg vagyunk, nem? Tovább igen. Megyek, legyen mindig Lőricen. Ha tessék. De hát egyszerűbb érted. Lenne. Hát most vagy nyilván nem Budapest, de figyelj, én azért el tudnám képzelni. Tehát 2024 olimpia, Budapest, Pesszent Lőric, Bókai kert. Kicsit leszünk itt. Az egy olyan VIP közönség lenne, csak minden számból egy versenyző jöhetne el, és mindenkinek ugyanazt kellene csinálnia. Igen, szóval, hogy hoppá. Gyerekek. Hogy tudom megtalálni saját magam, nem tudom. De megvan. Itt szóval, valahogy azt csinálnám, hogy azokban a városokban rendezném, ahol már ezt megépítették. És ahol mondjuk nem bomlott le. Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Angliában, mit tudom én, kik azok, Európában egy-két városban, aki erre képes és le tudja bonyolítani. Nem? Ja, nem is mindig ugyanott, hanem azt mondod, hogy ahol már volt, és ahogy jó, ahol már volt, csinálni, igen, mondjuk van 10 ilyen város, az menjen körbe. 40 évenként jut mindegyikre a szerep, hát azt ki lehet bírni. Simán visszamehetnék egy picit így. Ázsiában lenne Pekingben, lenne Sydneyben, lenne Barcelonában. Pekingben hát is kíváncsiak, hogy mi van Pekingben még. Pekingben is, a Madárfészek stadion az konkrétan nem tudják nagyon semmire használni. Az úszó stadiont azt hiszem elbontották, a vívó stadion az ott rohad, és építettek köré egy ilyen közteret, szökőkúttal, és meg tudod nézni, hogy itt volt a vívó stadion, semmi. Én ugye az olimpia után voltam, már ott nem használtak létesítményeket, tehát ott is írdatlan ráfizetés volt. A madárfészek az is ott úgy áldogál. Semmire nem használ. Ez csak presztízsben jó. Nyilván az ország imázsnak tesz jó, de nem jön annyi turista az olimpia miatt, mint amennyit te elköltesz az olimpiára. Tehát ez egyszerűen megtéríthetetlen. Tehát presztízsben nyilván nagyon jó. Hát a pekingiek is milyen megnyitót csináltak. A falon futott a csávó, egy ilyen láthat. Emlékeztek? Milyen monumentális volt? Már-már ilyen überkényszeres. Hát ahhoz képest a londoni sokkal családiasabb volt. Igen, abban inkább kreativitás volt, sem mint dollármilliók, vagy eurómilliók, de nagyok. Hát azért ott van hagyomány, meg van történelem. Tehát ott ez Erzsébet királynő leugrott kaszkadőrként, ugye, a fontos személyeket, és a brit popkultúrából mindenhonnan a fontos, hogy mindenkit megjelenítettek valahogy. Fantasztikus, hát szenzációs volt, igen. Hát a minden esetre akkor most ez a foci VB az egy jó főpróba lesz Brazília számára, hogy nagyon mennyire tudnak megbirkozni azzal a feladattal, azzal az irgalmatlan nagy feladattal, amit egy olimpiának a megrendezése jelent. Hát de azért 2 évvel az olimpia előtt azt mondja, hogy bocs, srácok, mégse. Tehát mert ők viszont, bár nem állnak jól, de már beletoltak egy csomó lóvét.
ugye? Hát már egy csomó épületet fölhúztak, megcsináltak, az most erre azt mondani, hogy bozs gyerekek, majd a szambó iskoláknak adjátok oda. Hát azért az nem jó. Tehát az se korrekt. Igen. Ott álltok lőnek most. Tehát, hogy próbálnak építkezni, és közben pedig vannak városnegyedek, amik ugye hát blokád alatt vannak. Ugye ott eleve vannak olyanok, tehát ott, hogy bemész turistaként mondjuk Rio de Janeiroba, ott bekeveredsz a favellák közé, akkor onnan nem jössz ki. Tehát ha elveszik a kamerádat, meg az órádat, meg a pénztárcádat, szerencséd van, de onnan nem nagyon jössz ki. Tehát oda nem jó bemenni. Kerítéssel vannak ezek a városrészek, ugye elkerítve, nagy halálfej, kiírva, hogy veszélyes zóna, idegeneknek tilos a bemenet, ilyen városrészek vannak Rióban. Hát azért azok ott megindulnak kifelé, és bent fegyverkereskedem minden. Tehát azok a rendes kis, mini ilyen kis szisztéma, ökoszisztémával rendelkeznek, saját felhőjük van, esik az eső, minden van. Hát, hogy... ha a Copacabana süt a napot, bejön egy felhő, tehát ott minden külön van, oda turista nem mehet be. Most ezeket ott megpróbálják bent tartani, de közben városnegyedekben meglőnek a rendőrök, hogy ugye jönnek a zavargások, ahogy kezdődik ott nem sokára a foci VB. Biztos, hogy itt egy hatalmas lobby volt a háttérben, hogy van ennek egy nagyon sokkal komplexebb magyarázata, hogy ők miért kapták meg ennek az olimpiának a rendezését, de ezek a problémák, ezek nem csak most vannak, vagy két héttel ezelőtt keletkeztek, hanem ezek itt voltak náluk már hosszú-hosszú évek óta. És ezért fura ez az egész. De amikor odaadták, tehát a bizottság azt mondta, hogy oké, srácok, ti csináljátok, akkor ezek a problémák megvoltak. Megvoltak, így van. Akkor nem jutott eszébe senkinek, hogy a favellákból jönnek ki a polgárok, és azt gondolják, hogy elvisznek egy darabot az olimpiából. Érted? Tehát, hogy akkor ezen nem gondolkozott senki? Nincs ott ebben a bizottságban két értelmes ember, aki azt mondja, hogy há, gyerekek, ne vigyük már oda, mert baj lesz. Betegszabadságon volt. Én tudjátok, én feltaláltam ezt az utazó olimpiát. Igen. Egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt lenne egy ilyen, hát mennyi ideje? Hát könnyű szerkezetű házakat építenek, mindenhol egyetlen. Hogy áll most a szabadalmaztatás? Még nem jól. Hát még azért nem adnám be, még dolgozzuk ki a részleteket. De gondold el, hogy a könnyű szerkezetű házakat építenek, megcsinálnak mindent. Kellene egy stadionol, te megtartod a nyitó ünnepséget. Nekünk most már ebből azért van több. Itt van ez is, mini kis nyitó ünnepség lenne, de legalább a miénk lenne. És utána egy nagy üres placon mindent meg lehetne csinálni. Érted, mi van? Vívó stadion, judó stadion, birkozó stadion, súlyemelő stadion, hát azért ezek nem kell, hogy úgy nézzenek ki. Kitelepülsz, fölépíti kvázi ezeket a mobil részeket, fölépítik mobil részlegből az olimpiai falut, nem kell erre soha nem használt, hogy utána soha nem használt 10 emeletes betonházakat építeni. Hát minek? Minek? A londoni olimpiai falu is egyébként kihasználatlan. Ott áll, egy-egy irodaházat ki tudnak adni, a lakásukat újra át kell alakítani irodaházra, totál csőd, azt nem tudják kiadni. Az a városrész az ott meghalt szintén, aha, Londonban. És fölépítenek minden mobil részekből. Megcsinálják az úszóstadiont mobil, vége az olimpiának, lecsomagol, összecsomagol, egy hónap alatt berak, átmegy a következő országban, 4 év alatt, meg berendez, fölép, érted? És megkaphatná mindenki, aki infrastruktúrális szempontból, szállodai szempontból tudja azt a minimumot hozni, hogy el tudjál jutni oda, ahol a rendezvény van. Nem? És akkor és innen mondja, hogy a tojjára mennének ki a izék a versenyzők. Meg lehetne azért ezt nyilván kulturáltabban csinálni, tehát nem azt látom, hogy vívó stadion előtt, mit tudom én, 3 tojtói WC, tenis stadion előtt, ott van Federer, Brunzol, és jön a Nadal, és akkor összenéznek egy tojtói WC, és a Nadal véten fölborul, persze, tehát azért nem így, de hogy az egész tök mobil lenne. Tehát ilyen vándorcirkusz jelleggel. Igen, de nagyon profi, nagyon szervezetten, és ez a nagy cirkusz kamionokkal, felbrandingelve egyszer csak megérkezne az olimpiai felszerelés egy városba. Gondold el! És az egész het visszahozná ez az 1896-os újkori olimpia, a régi görög olimpia, a birkózás, a kötélmászás, mit tudom én. De hogy közben nagyon modernen, szponzorokkal, molinókkal felbrandingelve az egész. Gondolj, itt jönne 35 karikás kamion, így meg egy éven keresztül jönnének a cuccok, és építenék az olimpiai helyszín. Nem lenne jó? Hova guríthatjuk ki a teniszpályát? Bizony. Minden város összedobja, minden város belead, minden országból minden város valamennyit belead, és abból a valamennyi beleadásból jön ki, hogy amikor nálad van, a többi város finanszírozza, amikor náluk van, te finanszírozod, és az egész vonul. És lenne egy ilyen karaván jellege. Mit nem tudsz megépíteni, ami nem rakható össze mobil részekből? A sajtótribünt, a miniszterelnököknek, a páholyt, a VIP-páholyt, mindent. Egy rohadt nagy területet kell minden országban találni, ahol megépítik 4 év alatt neked a falut. 4 év. Aha. Nem? Olyan országok is szóba jöhetnének, akik egyébként nem tudják megcsinálni, akiknek nincs infrastruktúrájuk, kik csinálják? Vagy azok, akik jól lobbiznak, vagy azok, akik gazdagok. Ennyi. Erről szól az olimpia. Nem?
És nálunk akkor hol lenne? Puszta vacson? Hát tudom én, nem tudom. Hát itt van a Csepel-szigetnél. Jó napot kívánunk! Üdvözöljük a kedves Tápió Györgyei közönséget abból az alkalomból, hogy ide érkezett az olimpia. Igen, vigyék, vigyék. Egyék, egyék. A vívócsarnok mellett olcsó megszámítunk önöknek néhány sajtos lángos. A vívósátor. A vívósátor, igen. Lehetne ez csarnok könnyű szerkezetből, lehetne a tribün is, lehetne a traplövő pálya is, mindent meg lehet csinálni. Nem, olyat kéne csinálni, mint a teniszpályát is meg tudják csinálni, úgy lerakják borítást, leborítják, tribünök, könnyű szerkezet, lebontják, viszik arrébb. Nem? Olyat kéne csinálni, mint ahogy télen befedik a teniszpályát, tudod, ez a igen. Buborékkal. Igen, sátor. Aha. Hát buborék, főfújják levegőbe, buborék. Született. Szerintem az egy buborék. Csodasz szép. Egy csodasz. Buborék, buborék van minden teniszpálya fölé. Érted? És aztán szépen menne tovább. És rendezhetnénk mi is, és lenne egy olyan központi költségvetés, hogy minden ország dob ebbe bele, nem egyedül viszi az az ország, nem terheli szét a saját költségvetését, és nem saját magát próbálja finanszírozni, majd sodorja adósságba egyébként, mert hogy ha már nullára jössz, jó, mindenki baromi nagyot ráfizetett, kisebb pénzből, kevesebb hivalkodással, kevesebb magamutogatással, észszerű döntések alapján olcsóbban nagyon klassz kis dolgot lehetne csinálni. Nem? De adjam, leírjam ezt pár sorban. Lenne. Az volt, most már elmondtam. Kinek adjam ezt be? Most már körbegyűlik a nagy világvevő rádiót a MOB-ban. Hallottátok, miről beszél? Hallottátok, miről beszél? Hol lehet ezt nálunk megcsinálni? Hol lehetne? Mikor Budapesten, itt valahol kint. Hát Pesten sehol. Valami nagy grundot kellene találni. Az a baj, hogy ahol nagyobb terület van, az mindenhol, hála Istennek, az valamiféle természetvédelmi terület. De hol lehet olyan, ahol van hely? De írja egy hallgató közön, és milyen jó, hogy a Forma 1-et is hasonlóan csinálják, és nézd meg, hogy tényleg így azért, van. Bocsánat, a pálya megvan. De egy pálya kell. Azért egy pályát meg tudsz építeni egyszer, utána az karbantartod, de megy az egész. Aki volt kint a Hungaroringen, és látja, hogy néz ki szerdán, vagy kedden, az nem hiszi el, hogy nem hiszed el, hogy oda mit építenek neked föl egyébként péntekre, amikor egy vonalra úgy állnak föl a kamionok a padokban, hogy jön Bernie, és azt mondja, hogy a Ferrari kamion 2 centivel odébb áll, és előrébb, akkor nem tudom mennyi pénzlevonás, lemosva az összes kamion egy vonalon felállva szimmetrikusan egymás mellett, mindenki centire pontosan 4 méterrel a vonal. Minden mögé. Helyet kihasználva. Döbbenet, és az egész lebont, összeszerel, elindul, és egy hét múlva már máshol van maga az ország, ugye, vagy a város, ahol fölépítik ezt az utazó cirkuszt, hihetetlen. Hát most, hogy jobban belegondolok, Lőrincen a Bókai kertben. Igen. Ott van színpad is egyébként, ugye a megnyitónak megvan a betonszínpad, hátul van egy kis dombocska. A zsője lehetne a Gilice téren, mert onnan pont rá lehet rá látni fentről. Nagyon van. Jó, van egy kis dombocska, ott a, ja nem téli, mert mondom, akkor műlesiklással is megvan. Van mellett egy kis templomocska, ott lehetne előtte imádkozni. Jó. Jó, ha megvagyunk, akkor megvan a hely. Figyelj, az első legyen nálunk. Igen, az első mobil olimpia. Az első mobil olimpia. Mobil olimpia. A katari foci VB építkezésénél már elismerten 1000-nél több ember veszítette az életét. Már nem az elvesztegetett pénz a legfájdalmasabb, írja nekünk Attila. Igyekez Balázs az ötlet levédésével, mert a katari foci VB már építik az elbontható focipályákat. Na, tudod, elbontható focipályát építenek. Az se rossz egyébként. Amikor az elbontható úszunk medencével azért ott van egy szigetelés, hogy ne folyjon ki a víz, de biztos azt is meg lehet csinálni. Nyilván, persze, az lehet, hogy azt nem tudják, de hát arra már nekünk mondjuk a Margit szigetünk már majdnem egyébként alkalmas. Igaz. Nem? Aha. Tehát, hogy vannak. Jó lenne egy-két létesípény, ahova el kéne cammogni. Nem? Az jó, hát most a Margit szigetig bemész, még kirándulás is van. Igen. Akkor jóban megint mennek majd a szép fenekű lányok, meg mindenki. Nem, azok ott vannak, konstant. Nem mennek ők sehova, te sem mennél. Azt tudod, hogy Brazíliában egyébként ez a nagy fenék, ez egy nagy átverés, mert hogy mindenki implantátummal jár. Hát azért mindenki nem, nyilván, mert volt egy alap. Hát volt egy alap, de hogy ott a fenék implantátum, az körülbelül olyan, mint itt egy reggeli fogmosás. Hát nézd, én elég sokat nyomoztam ebben az ügyben az interneten. Tudom, hogy te ebben szakértő vagy, de hogy implantátumokat tesznek be. Tehát egy fenék implantátum. Tehát 10-ből 8 jó nőnek azért van ott annyira jó feneke, mert hogy benne van az implantátum. Ezt érzed, mikor megnyomod? Hát gondolom. Nem, sajnos még ezt nem sikerült csekkolni. Nem is biztos, hogy annyira örülnének neki otthon. De azért láttam már egy-két. Hát ott nem csak implantátunk vannak, úgy érzem. Van egy Vidag Vera nevű leányzó például, aki... Na várjál csak. Nagyon? Hát, igen, az ő edzését azt láttam.
fönt a természetesen csak ilyen testedzési, egészségügyi és fitness szempontokat. Kielemezted a gyakorlatait, gondolom. Igen, természetesen. Aha. Igen, azt érdemes egyébként megnézni. Hát figyelj, ott konstans vannak ilyen jó nők, tehát hogy a tangát is ők találták fel, ugye, tehát hogy sok szép dolgot köszönhetünk Brazíliának. Én voltam Rióban, azt nem hiszitek el, hogy milyen az a hely egyébként. Nagyon érdekes. Úgy kell elképzelni, hogy van egy szórakozóhely, irdatlan szegénység van, és állnak kint a lányok. A szórakozóhelyen kívül, ahova nem mehetnek be. És áll kint Rióban egy szórakozóhely előtt. Úgy kell elképzelni a szórakozóhelyet, ugye megy a Copacabana, Copacabana egyik oldalán ott van ugye az óceán, a másik oldalon megy egy betonút, és a betonút másik oldalán a szállodák és a kávézók. És bemész Rióba egy ilyen kávézóba, beülsz, és azt látod, hogy én este 7 órakor elkezdenek brazil csajok gyülekezni a kávézó körül. És egyszer csak azt látod, hogy körbenézel, ülnek bent európaiak, turisták, és kint a kávézó körül áll már 100 vagy 200 lány. És azt hiszed először, hogy érkezik valaki, egy popstár, vagy autogramot kérnek valakitől, vagy ott van egy híres politikus, vagy egy brazil színész, vagy egy szuperoperasztár, de nem így van. Ezek a lányok azért áldogálnak ott, mert őket te európai vagy amerikai turistaként be tudod magadhoz hívni. Behívod magadhoz. Ja, de először van olyan, nem, hogy éjfélkor egyetlen jelre mindannyian megfordulnak, és lehajolnak, és megkötik a cipőfűzőt. Nem, semmi. Csak áldogálnak. Áldogálnak, jelentkeznek, integetnek. És te azt mondod, de egyikre, hogy gyere. És nem mehetnek be a szórakozó helyre, illetve pontosabban ezek nem beltéri szórakozók voltak, ezek ilyen kinti éttermek, kávézók, amiben mi ültünk. És néztük, hogy mi történik, mert nem értettük, ugye az argentin forgatás után mi átmentünk 2 napra. És én is jöttem haza a családomhoz. Nem. Te nem jöttél velünk, de nem mentél haza előbb. Nem. Ezt nem hagyom, mert te megint mennybe mész, meg a pokorra kerülök. Akkor nem. Én már otthon voltam, anya, veletek. Nem. Könyörögtem, hogy gyere át Rióba. Te valami romot néztél valahol, nem tudom, Argentinában. De majdnem, hogy egyszer értünk haza, csak te Argentinából ér Rióba. És egy európai asztaltársaság ült mellettünk, csak fiúk. És behívták az egyik lányt. Leül a lány, és odahívtuk a pincért, és kértük, hogy mondjál, hogy mi történt, mert nem értettük, az volt az első estén, és azt mondta, hogy ők mind diákok, idézőjelesen, aha, akik egyébként tényleg diákok, de olyan szegénység van, és olyan szinten próbálnak valahogy pénzt találni maguknak, hogy így egészítik ki a keresetüket, és kérdeztük, hogy ők egyébként tehát olyan típusú lányok, hajlandóak, és azt mondta, hogy ez megegyezés kérdése, de hogy elsősorban nem, ő beül veled beszélget, meghívod valamire, fizetsz neki ezt, azt, egy vacsorát, stb. Ő azt akár magának megspórolja, hogy aznap este már nem kell, és ő belemegy az alkuba, akkor más is történhet, de hogy nem azért ülnek ott, mert hogy mindegyiket elvérted egyébként, hanem hogy így egészítsék ki a keresetüket. És aztán ugye nyilván hát megindul a szexipar, meg a szexturizmus, jönnek a turisták, és hát aki akar, meg akinek ez bejön, nekem ez nagyon nem, de hogy visszaél ezzel kifizetés, akkor elviszi ezeket a lányokat. De mindegyik elmondja, aki oda beül, hogy ő egyébként nem, hogy ez most duma vagy nem, azt nem tudom, lehet, hogy a fele igaz, lehet, hogy a fele nem, de hogy itt és itt tanul, beszélnek angolul, értelmesek kultúrát, tehát megegyezze velük, akkor közben pedig az a dolog is megtörténhet. És állnak a szórakozóhely körül. Szépek voltak, akik ott álltak. Aki szereti, nem tudom. Aha. Nekem nem jön be a nagy fené? Én annyira nem. Nem. Tehát én a fehér nőket jobban hát kedvelem. Hát akkor kettesbe megyünk, ha egyszer arra vagyok. Én nem vagyok ilyen fényes. eleve magad nem, hogy behívsz egy lányt, és akkor ott fizetsz. Nem, tehát nem. Na, nem. Kávéra csak meghívod már, szegény, ott áll éhező egyetemista. Nem. Akartuk az életet. Fél rajta nem olyan a kis doktori, hogy meg a másoddiplomájuk. Érted, másnap megy vizsgára reggel 8-as, az éjségtől elájul. És igen, ha kultúrát vagy, csak meghívod. Ha segíteni akarod, adsz neki, mit tudom én, $50. Ha ennél sokkal betegebb vagy, vagy van erre ingered, vagy fantáziád, akkor megbeszéled, hogy elmész hozzá, de akkor csak hozzá, mert szállodában nem tudsz elmenni, mert nem engedik be őket. Nagyon érdekes világ egyébként. Aha. Nagyon érdekes világ. Nem véletlen járnak 8-10 fiús társaságok egyébként. Oda pihengetni, ugye? Igen. Csak mondom. Anya. Igen, nem a Krisztus szobor miatt, nem. Még szép, ha te... nagy, persze, igen, nagyon mutatósám, de... Még ha te azért is mennél, igen. Na mindegy, érdekes hely, viszont gyönyörű. Szóval, hogy aki oda egyszer elmegy, az valami fantasztikus, hogy a bazalt kúpokot
fölmész ugye a Krisztus szoborhoz, és ezek a hatalmas bazalt kúpokat kijönnek a tengerből, vagy az óceánból, hát az valami egészen elképesztő. Egészen elképesztő. És ott állsz a Krisztus szobornál, vagy taxival, vagy ilyen kis bringával lehet fölmenni, és akkor egy-egy kilátónál pedig a majmok megtámadnak, elveszik a fényképezőgépedet, szemvegedet leveszik. Nagyon jó lehet. Nagyon beszélhetsz így a favelák lakóira. Hogy beszél rendes brazil állampolgárokról ilyen csúnyákat mondani, és onnan például rálátsz a favellákra, és látod, hogy ott állnak fegyveres őrök, és mondják, hogy ide ne, kerítéssel elválaszt, hogy ez milyen durva. Még jó, hogy szólnak. Tessék? Még jó, hogy szólnak, hogy ide ne. Szólnak, de hogy ott érzed meg azt, hogy amikor van egy ilyen társadalomon belül ilyen különbség, tudod, én osztálykülönbség, hogy ott vannak bent, és ők néznek ki rád, és állnak a kerítés másik oldalán, és tudják, hogy te eszel, iszol, és tudod, hogy ha oda bemész, ők ott éheznek, ölik egymást, stb. És te a kerítés egyik oldalán, ők a kerítés másik oldalán. Nagyon filmszerű egyébként, nagyon, nagyon. Hát igen, csak az a baj, hogy ez a valóság ott. Ez ott a valóság, igen. Na jól van. Tehát miért nem jöttél át oda tényleg? Mert el kellett menni. Mi volt, hogy nézni egy ilyen súlyt? Valami romok között botorkált el, és mindenki átment, és könyörögtünk, hogy gyere át, város nézünk, két nap, csak nézd meg Riót, nem jössz ide el többet egyedül, és nem jöttél. Hát de várjál, még a izét is majdnem lekéste. Ugye? Nem azt tudom, hogy igen, de lekésed a repülőt. Taxizás volt ebben. Igen, mert mindenki elment, mire feleszméltek, hogy én még ott vagyok. Igen, és valami romot néztél, vagy valami kolostort, vagy mi volt? Igen, mi még elmentünk ugye kirándulgatni, aztán valahogy így alakult. Hát majdnem ott maradtunk. Hát gyakorlatilag a saját pénzünkből béreltünk magunknak egy kis teraautót, ami elvitt minket a repülőtérre. Azt mesélted, igen. Na jó, van fél 8 óra pontosan 4 perccel. A hírek után Óven bácsival és Beru nénivel játszunk, lehet játékra jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! M1 M7 bevezető befelé a Gazdagréti lehajtótól be van dugva, ezt Pablo küldte nekünk, be van dugva, szép volt Balázs. Hova? Gyerekek, a Gazdagréti lehajtótól be van dugva. Hát? Hát ha be van dugva, be van dugva. Hát most mit csináljuk? Pablo, köszi, be van dugva. Az azért írja azt, hogy ne menj arra, mert áram alatt van. Így van. Ráz. Na, áll az egész Csepeli Rákóczi-Ferenc út oda-vissza, ráadásul trafipax a buszában befelé, ezt Roli küldte nekünk. Motoros gázolás Dunaharasztinál, a Haraszti úton, ezt Krisztina küldte nekünk. Köszönjük szépen, Kriszta. És nagyjából ennyi. Ugye van, indul május 26-ától egészen június 10-ig a foci baby játékunk, és nekünk ne küldjétek, hogy foci VB, majd 10 után. Csabinak, jó? Tehát most még nem kell SMS-t küldeni, hogy foci VB, mert Csabi 10 órától 17 óráig, és ugye hát Piros is játszik majd azokkal a hallgatókkal, akik elküldik SMS-ben azt, hogy foci VB. És visszahívnak majd egy szerencsés nyertes, aki kap egy ajándékcsomagot ugye óra előtt, és esélyt a napi fődíjra, amit ugye majd a Morning Show ad oda minden másnap reggel. Ugye? Tehát ez a játék lényege. Uh-huh. Viszont ne nekünk küldjétek, hogy foci VB, hanem majd 10 órától a Csabinak. Most még ezzel abszolút ráértek. Ő jobban szereti ezt. Ezt ő jobban szereti. Foci VB. Igen. Látja, nézi. Igen. Szereti. Igen. Nézegeti, igen. Pakolgatja, teszi-veszi. Így van. A fődíj, amit majd 14-én adunk oda, az összes SMS beküldők közül sorsoljuk ki, egy baráti társaság részére egy balatoni luxus apartmanban, gyerekek, a VB döntő nézése két éjszakával. Az nem rossz. Ami hát a baráti társaság, akkor ugye a két éjszaka leredukálódhat egy éjszakára, vagy akár egy éjszakán belül is kevés alvásra. És egy Ultra HD TV, ami 4K. A kutyafáját. Nekem 3D-n van, ez már 4K. Aha, bocs. Jelentsed ez, várvét is, 4K. Ez Ultra HD TV, amit a végén majd haza is vihet a nyertes. Hoppá. De a társaságon komoly. Belül mindenki hazavihet egy részt a tévéből, vagy a társaság vasárnap délután összeverekedik. Ebből és aki csúnya bunyó lesz. és aki a legerősebb, vagy a legnagyobb hangú, az viszi haza majd a 4K Ultra HD TV-t. Jól mondom? Aha. Hát figyelj, hogyha mit tudom, ez egy szűkebb baráti társaság, mert ugye nem, nincsen megy. Megszabva az, hogy hányan menjenek, ha egyedül van. Hát ha neki a legjobb barátja, a bal vagy jobb kezelépességgel, és aztán hazaviszik majd együtt így a HDTV-t. Egyedül fog majd ülni a luxus apartmanban. Miért ne? Nincs megszabva, hogy hány fős legyen ez a baráti társaság. Mi a K, gyerekek? Hát ez az. A D-t tudjuk, a 3D-s tévét, de hogy a 4K micsoda. Vannak itt szóval. Várjál. Mi a K, Lac? Mi a K? Felbontás? Hova bont? Mekkora a felbontás? Mekkora? Hát és ez már 4K-s. Hát mi? Hát. Hát.
Hallod, de arccal az öt felé a három után. Jó minőségű, eddig kaphatós tévé, az hány K volt? Kettő? Vagy annak még nem is volt K-ja? Aha, jó, bekérdeztem. Megszorítottam. Mondd azt, hogy egy kás, és ahhoz képest négy K. És ez most négy, hát. Tehát jobban látom a K betű? Hát négyszer annyi K-t látsz. Aha. Tehát, mint ami kijön egy bank, akkor ott a K betű erősebb? Igen. Igen, az jó. Az jó. Ne, ez egy nagyon komoly tévé egyébként, tényleg gyönyörű. Nagyon nagy, nagyon szép, csak mi nem tudjuk. Ráadásul ultra HD-s gyerekek, úgyhogy bepisiltek a gyönyörtől. Majd, aki nézi, aztán eldönti a baráti társaság, hogy kinyeri meg ezt a tévét. Minden esetre a Balatoni Luxus Apartman VB döntő nézéssel két éjszaka gyerekek, hát az is jól hangzik. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a reggeli játékosunk. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Kriszta! Mi újság, Kriszta? Nincsen semmi, dolgozok. Dolgozol? Igen. Mit csinálsz? Varodában, nem Lőrincen. Áruló! És miért vagy ilyen? De nem is akartál soha Lőrinci lenni? Egy picit? Nem. De, hallottad, ez hátba nem szúrtak. Tudod, mi a jó. Nem tudod, te mi a... Az hol van az a Varoda, ahol te nyomod? 10. kerület. Mondjuk, az is rossz. Szép. Hát bocsáss meg. Igen, az is szép. Fem rossz. Honnét származik a kedves nejem. Aki aztán most már Lőrinci lett, hát, ugye? Tehát... Igen. Na, mutatjuk, mit csinál Ruben bácsi, Berúl néni, figyelj! Csillagok háborúja klasszikus verzióját akarják meg. Koncerten melegít a zenekar? Hát igen, lehet, hogy ez verseny? Már a koncert maga. Egyéni akkor feldolgozás. Nem már, hogy nem vagyunk ott. Kicsit önjáróak a zenészek, nem? Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ajja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 j
na 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 na. Tessék? Magyar? Igen. Markóba? Igen. Még egyszer lehetne? Utoljára, aztán kivesszük majd a bögrét, figyelj. Jó. Na 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 na. Na na na. Nem? Hát akkor legyen a hosszabb. Legyen egy hosszabb részlet, figyelj, kivettük a bögrét. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na hát ez innen már. Énekelni már szépen énekeled, csak még a címe vagy előadója. Nincs meg? Ó, nincs. Akkor megmutatjuk, mert már a hosszú részletet is mutattuk. Ez lett volna, figyelj, be fogok venni. 16 tonna. Ó! Bizonyám. Bizonyám, ez lett volna. Jó kis republik. Hát ez most nem sikerült. Hát nem. Nem. Kriszta, köszi a játékot. Én is köszönöm. Jó munkát. Ciao. Na, gyerekek, kétszer akkora a felbontása, mint a jelenlegi Full HD-nek. Sőt, négyszer. Sőt, négyszer. Lényeg a 4K-nak milliók az ára. Hoppá! Micsoda, egyen mondjuk. Hoppá, gyerekek. Bizonyán, ez egy milliós tévé. Egy milliós tévé, amit kap majd valaki fődíjnak. Úgyhogy érdemes, érdemes játszani. 10 után Csabinak azt, hogy foci VB, mi választunk játékost az SMS beküldők közül, fődíjat sorsolunk, és ugye majd 10-én adjuk oda az összes SMS beküldő közül valakinek ezt a kis fődíjat. Menő. És ezt a brutál nagy, gyönyörű szép tévét. És jó? Átmérőt mondtak, hogy mekkora a négy. Meg tudunk mindent, szerintem mindent el. Jó, jó, majd később. Négy van. Tartalékon már hülye kérdés. Jó, ne hajj, mert azért mert érdeklődöm, azért mert basszus, vannak. Állandó zavarban az mindenkit észre. 6 perc, szóval pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra, hogy pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Itt vagyunk, Trafi az M3-ason, a 102-es kilométernél. Nem tudjuk, hogy melyik irányban. Csornán a Kapuvár irányából jövőket mérik a szokásos fehér Seatból a pénzbehajtók. Kaptuk ezt is Eriktől, köszönjük. Podmanicki Kármin utca kereszteződésében két autó ütközött, alakul a dugó, üzeni Zozi. M5-ös 63-as kilométer Pest felé egy őz a vadkerítésen belül, úgyhogy mindenki figyeljen. Sokan elküldték még nekünk, hogy mi az a 4K, nem nagyon okosak vagyunk.
nagyon kiokosodtunk. Nagyon jó minőségű gyerek. Nagyon, nagyon. Így van. Nyíregyháza felé van ez a 102-es kilométernél a trafi, ugye az M3-ason, ezt is megtudtuk. Atesz jó voltából, Atesz, köszönjük szépen. És Kiskunhalasnál, kint vannak a rendőrség, 53-as úton, Kiskunhalas környékén, vigyázzatok, Bekúr voltam, kint van a rendőrség. Nyilván ott is trafikat készítenek. Csinálják az osztrákok is egyébként, ez az elbújók, és kis falvakon mentünk át, és ilyen kis kézibb, ilyen kis pisztolyszerű valamivel mérnek. Ja, még autó sincs. Nincs autó. Csak áll az emberünk. Kint áll az ember, és egy ilyen pisztolyszerű, ilyen kis fura kis építménnyel a kezében belő téged, és utána... Mennyit fizettetek? Semennyit. Még? Na. Teljesen kultúráltan. Igen, ráadásul úgy mentünk, hogy péntek éjszaka, akkor már nem nagyon vannak, tehát vasárnap visszafele láttuk, már akkor indultunk. Sulligunk is, mint turiszt. Turiszt. Igen. Balkán turiszt. Szóval nem volt, de hogy ezek a pisztolyos lövők, ezek ott áldogálnak. Micsoda kőkorszak. Nekünk autójaink is vannak hozzájuk. Nem csak ilyen, állunk az út szélén, ezt bockanunk ott a kezünkbe valami. De valóban nézhet az osztrák miniszter, hogy gyerekek, ez magyaroknak hogy megy? Te már meg a költségvetés. Nézd már, milyen jól állnak. Igen. Mit csinálnak? Trafiznak. És akkor belenéz ebbe a kis pisztolyba, látja, és bemér téged, így belő. Konkrétan ez az. De horvátoknál is láttam, hogy ezzel a pisztolyjal áldogálnak. Van egy kis kijelző hátul, azzal befogja az autódat, és már jön is vissza a jel, és már tudja, hogy mennyivel mész. És meg is vagy, igen. Na mi lett most ezzel a Reállal? Fogadtunk, nem fogadtunk, csak akartunk, de elfelejtettük, és végül nem csaptunk egymás kezébe, vagy? Igen, nem emlékszem. Nem. Nyertem, vagy nem nyertem? Nem fogadtatok? Csak ez érdekel. Nem, beszéltük, hogy fogadni fogunk, hogy majd adás végén ezt elővesszük, azt úgy maradt. És ezt, hogy te hogy sajnálod, hiszen Balázs mondta, hogy a Reállal fog fogadni mindenképpen. Igen. Meg is nyertem volna. Nem fogadtunk? Hát figyelj, ha bizonyítékot tudsz hozni a Nem, sajnos én is így emlékszem. Nem. Beszéltük, még én kérdeztem is, hogy akkor ez hogy van, hogy két madridi csapat veri egymást. Igen. Hogy ez a másik is, ez a, hogy hiák, van a Reál, meg a Atlétikus Madrid, Atlétikus Madrid, és akkor mondtad, hogy de te Reálos vagy, mert ott voltál a stadionban, mondtam, nekem tök mindegy, úgy sem tudom, hogy ki ez a két csapat, de aztán de hogy te teszel az Atlétikóra, de végül nem tettünk, csak beszéltünk róla, hogy majd kéne. És én látom a Feri arcán az őszinte sajnálatot. Nagyon sajnálom. Gyerekek. Annyira bánja. Micsoda gubát akasztattam volna. Tízecske. A 93. percig úgy volt, hogy te. Tényleg? Így van. De ügyesek vagyunk. Ja, hát nyilván kicsit a Reálnak rejtett azért ez a dolog ott a vége felé, de jobbak is voltak a második félidőben mindenféleképpen. A 93. perctől. Ott meg aztán nagyon utána meg a hosszabbításra bedarálták már 0-1. Az elfáradt Atletikot. 0-1 még az Atletikónak, Feri már kibontott 10 üvegpesgőt, leszaggatta a tapétát, felébresztette a gyereket, a feleségét, a szomszédot az üvöltésével. Ez az megvan, beúszik az egyenlítő gól. És a 93. percben jön az egyenlítő gól. Utána meg még három gólt, aztán a Bale lőtt egyet, aztán meg utána még a Ronaldo is lőtt egyet, meg még valaki, nem tudom. Tehát ez egy csúnya 4-1. De az Atletikónak ez is gyönyörű eredmény. Hát honnan indultak egy éve, és Bale döntőt játszott. Már itt lehetnek magukra. És már itt vagytok. Most attól Atletico? Hát így van. Ebben az esetben, ha te Reálos, akkor nekem Atletikusnak kell lennem. Tehát abszolút, figyelj. Hát ez a pali, amit csinált velük azért így egy év alatt, az többenetes. Azért ez nagyon nagy szó, BL döntőig eljutni. Igen, úgy sokkal finomabb bukni egy tízest egyébként, hogy ezt mondott tényleg. Ugye? Hogy egy évvel ezelőtt még sehol nem voltak. Most ez ugyan tízezredbe fájt Feri, de nagyon jól állnak. Igen, mert... de nagyon jóra tettél. Igen, nagyon jó, mert már itt vannak a BL döntőben. Igen. Na mindegy, tegnap meg elindult a Garros is, úgyhogy van teendőnk bőven. Nagyon jó, ahhoz értek. Azt tudom, abban kifejezetten jó, hogy milyen borítása van a Garrosnak. Ez a Roland? Igen. Mit játszanak? Pályán. Ne kérdezzél már ilyen amatőröket, mi játszanak. Hülye kérdés ez, hogy mi Balázs, foci pályán, persze, hogy teniszpályán játszanak. De mi a borítás? Az ilyen piros, salak. Salak az. Igen. Na? Garrosz a nagy salak. Vagy. Jó vagy. Nagy jó vagy. Nagyon jó. De melyik az aszfaltos? Mondjuk más nem jutott volna eszembe, tudod? Az a baj vele. Van füves még, ugye? Igen, meg van a kemény pálya, és az állom. Igen. Füvesből viszonylag kevés. Jó, és ott van a gyokó? Meg neked valami sameszod? Tudomásom szerint ott van. Aha. Igen. Jó, ha csak odaérünk, akkor oda. Jó, mert Roger már nem nyer rendszeremet szerintem, tehát rá nem érdemes. 7 egymás után követő meccset, 3 szettet már nem tud végigvinni fizikailag, de majd a Gyokonadára megérkezünk. Nem túl vidám a téma, de mindenféleképpen beszéljünk róla, mert hogy mit is van egy csomó kérdés az emberben, ugye, erről a Santa Barbarai fiúról, akiről most már egyre több részlet derül ki,
Ugye arról az álmokfutásról, ami egy kaliforniai éjjelen történt, méghozzá péntek éjjel, ha jól emlékszem, ha valaki esetleg nem tudná, ugye egy kaliforniai Santa Barbara-i srác, aki ráadásul egy meglehetősen híres hollywoodi segédrendező fia. Egyfajta nyilván önképzavarnak köszönhetően, meg mindenféle önértékesi zavarnak köszönhetően, leginkább azért, mert hogy őt a nő kikosarazták, ugye talán azt hiszem ez volt az indok, mészárlásba kezdett. És ami számomra ilyenkor mindig a legmegdöbbentőbb, teljesen jogos, engedéllyel rendelkező, abszolút leigazolt, számmal ellátott fegyvereket találtak nála. Neki volt az engedélye, vagy a papának? Nem. Ugye? Nem, én úgy tudom, hogy a fiúnak, tehát hogy a fegyver és az ő fegyverviselési, a fegyvertartási az rendben volt. X lőszer találtak nála, három különböző fegyvert, és ő csinált ugye egy 141 oldalas kis leírást az ő szenvedéseiről. Az idézőjel szenvedéseiről. Az idézőjel szenvedéseiről. Megmondom őszintén, hogy én inkább ezt az oldalát nem értem a dologban, mert ha valaki ölni akar, az most persze, az biztos, hogy valahol tényleg úgy érezheti az ember, hogy ez a fajta rendszer az, hogy a fegyvertartási engedélyeket olyan könnyen meg lehet szerezni, vagy olyan könnyen fegyverhez lehet jutni bizonyos államokban, az Egyesült Államokban. Ez egy dolog, ez adva van. De ha valaki ölni akar, annak nem feltétlenül mondjuk egy golyós fegyver kell ahhoz, hogy jön egy késsel. Ugyanígy végigmehetett volna az iskolán, és össze-vissza szurkálhatott volna valakit. Ez a srác. Én az egésznek a lelki mozgatórugójával nem nagyon tudok így mit kezdeni. Tehát, mi a lelki mozgatórugó? Hát az, annyi, csak hogy igazából ő nem tudott szexelni. Gyakorlatilag ezek a lányok visszautasították. Láttunk egy videót is egyébként erről a srácról, és hát nyilván az én véleményemből a szempontból szubjektív, hiszen férfi vagyok, de ezzel a sráccal semmi gond nem volt. Tehát ugye első ránézésre ez egy jó képű, jó megjelenésű, teljesen kulturált, normális kinézetű fiú volt. Nem volt túlsúlyos, nem volt csúnya, nem volt semmiféle testi hibája, gyakorlatilag teljesen rendben volt. Ráadásul, ugye, ahogy te is mondtad, egy hollywoodi segédrendezőnek a fia volt, valószínűleg még pénzük is volt. Igen, itt nem a pép, tehát jó körülmények között éltek, a fiú ugye szűz volt, és a lányok őt kikosarazták. És emiatt rágott ő be, és állítólag, most hogy ebből mi igaz, mi nem láttam, mondom, csak a bulvárlapokban megjelent dolgokat róla, a szülei észrevették, vagy a videót, vagy ezt a 141 oldalas könyvet. És de már későn? Nem, ők szóltak a rendőrségnek, hogy szerintük valami nem stimmel a saját gyerekükkel, nézzék meg. És a rendőrség kivizsgálta az esetet, kihallgatták a fiút, de minden rendben találtak. Tehát, hogy ez hogy van? Hogy megy át a szűrőnek? Hogy megy át a rendőrség kezei között? Hát azért, ha van valakinek valamiféle lelki torzulása, vagy valamiféle személyiségváltozása, vagy bármilyen személyiségtorzulás, azért egy ilyen videó után, amikor már szülők szólnak, hogy szerintük ez nem természetes. Nézze már meg a rendőrség. Ezt elengednek egy olyan embert, aki x órával vagy x nappal később pedig lemég egy száról 5-6 ember? A videóban mi észre? Volt? A videóban mi volt, aki nem látta? Tehát ő elmondta, de ő elmondta, hogy gyerekek, rossz az életem, mert 22 éves, ő viszonylag jó kinéző, apám rohadt gazdag és híres, és én nem tudok szexuális kapcsolatot létesíteni, ezért mindenkit meg fog ölni? Tehát ez így benne volt? Azt, hogy konkrétan az ölés szó, vagy az, hogy meg fog gyilkolni valakit, az nem volt de benne. Bosszút fog állni. Viszont bosszút fog állni. Aha, fú, de kemény. Na most azért nem tudom, emlékeztek-e a 22 éves korotokra, hogy nyilván nem voltunk annyira eleresztve, én úgy gondolom. Csajokból? Nem csajokból, hanem pénzből. Anyagilag sem egy csajokból. Én szép sem voltam, de nem panaszkodom azokra az évekre, tudod? Tehát, na, oda értél azért? Hát azért igen, oda. Tehát kicsit oda tudtunk sündörögni ehhez ahhoz, hogyha nagyon kellett. Tehát, hogy itt nem ez az alapvető probléma. Tehát ő vele nem azért nem feküdt le senki, mert nem szép, vagy mert. Tehát, hogy valami más gond volt. Érted? Tehát ő valószínűleg egy apa árnyékában élő fiú, az apa sikeres rendező, ugye ezt az Éhezők viadalát segédrendezte például, és valószínűleg ez a szegény srác, ez nem szegény srác, hát most nyilván 6 embert megölt, úgyhogy ez így egy kicsit furcsa, de ténylegesen szegény srác, aki nem találta meg az életének azt a pontját, ahol ő önmaga tud lenni. Tehát ő valószínűleg az árnyékába élt a faternak, nem? Igen. De föltöltött egy videót a YouTube-ra. Igen. Igen. Tehát a fater árnyékában élsz, azért az még nem egyenlő azzal, hogy te mészárolsz. Nem? Ez így van, nem, de akkor a család is érdekes, hogy ezt nem vették észre. Igen, ráadásul férfiakat is gyilkolt, nem értem, de az egészet nem értem, hogy miért. De hogy milyen beteg azért ez az amerikai, ami tudom, hogy ott alkotmányos jog, és teljesen más, tehát évszázadok óta az, hogy te meg tud védeni saját magad, meg a földedet, hát ez szinte tényleg a vadnyugattól jött velük, és ez alkotmányos jogot mindenkinek, hogy lehet saját fegyvered, átmész egy teszten, lősz hármat, van saját fegyvered.
De hogy ezt még mindig nem akarják szabályozni? Vagy tehát, hogy tudom, hogy a fegyverlobbi Amerikában teljesen más, hogy működik, és nagyon erős, nagyon befolyásos politikusok vannak, és egész egyszerűen nem tudják, mert óriási az ellenállás. Az Obamának volt egy-két kísérlete. De ott a gyerekek, ott minden elbebetegnél, ott mindenkinél van egy fegyver, hát azért ez megdöbbentő, nem? És ki is viheted az utcára, ugye? Ki is viheted, lehet nálad, hogy nem. Nagyon más a szabályozás például egy európai szabályozáshoz képest, tehát nagyon más, hogy gondolkodnak erről. Azért nem gondolom, hogy a fegyvertartásra kellene ezt a dolgot kifuttatni, még egyszer mondom, mert mondjuk a Boston maratonon sem fegyverekkel öltek. Tehát, hogyha ez a gyerek ez ölni akart volna, bosszút akart volna állni, megtette volna más eszközzel is. Kicsit persze olyan, mint hogy egy tárcán lett volna neki Kínában lehetőség, de ő igazából komolyan gondolta ezt a dolgot, már pedig sajnos komolyan gondolta, akkor ugyanúgy megtette volna ezt bármi mással. Tehát, hogy ő nagyon sokféleképpen. Na jó, de hát azért volna még. De ha nincs, tehát hogyha nincs fegyver a közeledben, nem? Tehát azért miért ezek a mészállások miért általában Amerikában vannak? Miért nem Európában? Hát miért nem európai? Miért nem európai egyetemeken? Miért nem Párizsban? Miért nem Londonban? Miért nem eset egyébként konkrétan Európához kapcsolatban? De lehet, hogy volt egy. De megnézzünk egy durvát, még megnézzünk 15 másikat, akkor az ilyen típusú mészárlások, azok az esetek 80-90%-a általában amerikai fiatalokról, amerikai egyetemekről szól. Tehát azért ennek oka van. Könnyebben kezded el ez nem egy orosz egyetemen történik, nem egy francia egyetemen történik, nem egy londoni egyetemen történik, ez mindig ott történik, ahol egyébként mindenkinek 6 marok lőfegyvere van a kocsiában, 400 lőszerrel, 400 használhatatlan töltényen találtak még mellette, Tehát azért szerintem van összefüggés a kettő között. Tehát, hogy könnyebben kezded el a mészárlást akkor, ha csak le kell akasztani a falról a pustukkerét vagy a sajátodat, hát, mint hogyha egyébként itt Magyarországon elkezdek gondolkozni, hogy ki kell menni a 4 tigris. Ott van az, hogy hirtelen felindulás. Ha nekem van 2 darab fegyver a kocsimban Magyarországon, és én hirtelen felindulok, fogom a fegyvert, kiszállok és lelövök 3 embert. Ha nekem nincs fegyverem, akkor a hirtelen felindulást nem tudom úgy megvalósítani, nyilván bele tudok hajtani 100-zal egy újságos bódéba akarok, de mégis nincs ott az az erő, ami tovább visz, hogy ránézek az anyósülés és ott a fegyver, nem? Tehát ennek biztos van azért egyfajta pszichológiája, mint hogy most kada, de Magyarországon mindenkinél lenne fegyver, hát én ebben azért hiszek, hogy ezt megpróbálnák is. Sajnos egyébként már Magyarországon is hozzá lehet jutni ezek a fegyverek, ez ugye több ilyen eset volt Magyarországon is előfordult, sajnos. Igen, csak a kettő nem ugyanaz, hogy a fekete piacon valahogy hozzájutsz meg, hogy mindenkinek van. Tehát van nekem, van neked, van a Ferinek, ott van a kocsiba, ő van egy összetűzés, egy piros lámpánál, és egy fegyverrel rohangálsz. Azon lenne érdemes elgondolkodni, de ennek az egész országnak, hogy lehet az, hogy egyébként életerős, egészséges fiatalok gyakorlatilag évente ragadnak fel egy fegyvert, egyedül, vagy éppen valamelyik társukkal együtt is mennek be egy iskolába, és ölnek halomra embereket, hogy mi történik ott azoknak a gyerekeknek a fejében. Tehát, hogy mióta, mert ott ez egy nagyon komoly probléma egyébként, tehát ami az egész társadalmukat érinti, tehát, hogy ezek nem csak így egy ilyen helyi elszigetelt problémák, hanem időről időre újra és újra szinte azonos vagy egymáshoz nagyon hasonló esetek fordulnak elő. Tehát itt ez a dolog, ez azt mutatja, hogy ott a fiatalok fejében valami nagyon-nagyon nincs rendben. Hát valószínűleg nézd, ebben a családban ugye ott van sikeres apu rendező, nagyon sokat nem kell tenni azért, hogy legyen új kocsi, hogy így 20 évesen vagy 22 évesen, tehát mindent nem tudom a hátterét, csak most ez egy fejtegetés, mondjuk az én fejtegetésem ebben az esetben, hogy ez a fiú tálcán kapott mindent eddig az élettől, és nem nagyon kellett célokat kitűznie maga elé. Egy célja volt, az volt a célja, hogy végre 22 évesen ne legyen szűz, veszítse. Ez az egy cél nem jött össze az életében. Igen, most tehát tök sikertelen az volt. Ő esetében szerintem ez pont egy ilyen egyedi jellegzetesség, szerintem ami így ez összesre jellemző, az alapvetően ez a frusztráltság. Hogy egy kicsit így kizárva érzik magukat a közösségből, hogy nincsenek társaik a hétköznapokban, hogy nincsenek barátaik, hogy nincsenek barátnők. De Asperger szindrómás volt, tehát ez egy ilyen, az autizmusnak egy ilyen gyengébb, amikor máshogy kódolod az üzeneteket. És ő így kapott fegyvertartási engedélyt? Nem, az övé volt szerintem. Ez is érdekes. Aha, mert ha az övé volt, akkor nagy a baj. Én amit olvastam, hogy a fegyverek, amiket találtak, azoknak rendben voltak a papírjaik. Hogy most az apja által volt rendben, vagy ő által, de szerintem az ő volt. De ugye az autizmusnak egyfajta ilyen enyhébb lefolyása, amikor is máshogy értelmezed a társas találkozásokat, azokat a folyamatokat, ami két ember között lezajlanak, zárkozottabb vagy, szociálisan kicsit máshogy reagálsz dolgokra, tehát hogy egyfajta zavar nyilván, és például így kapott fegyvert?
Ha hát nem akkor, az apuja, ha is akkor, így megkapta, akkor ott tényleg akkor ezek bajban. Szerint így. Az így tényleg van. Nagy baj. Ez nagyon nagy probléma. És ráadásul ugye mondjuk egy, ugye lehetünk szerintem ennyire, leegyszerűsítjük egy ennyire a dolgot, hogy például nem ment el ez a srác mondjuk, nem ment el mondjuk konzumhölgyekhez. Nem ment el egy prostinak a szolgáltatását, nem vette igénybe. A helyet, hogy ezt megtette volna, mert megtehette volna. Igen, de mondom, a valószínűleg életében mindent megkapott a fiú, ez volt az egyetlen egy cél, hogy ő maga saját erőből egy nőt ágyba vigyen végre. Érted? Valószínűleg ez volt az egyetlen egy célja, és ez az egy cél nem jött össze neki eddig az életben. Tehát mindent megkapott, volt új kocsija, ha akart, mehetett egyetemre, volt lakása, mindene volt. Ez volt a cél, hogy végre én magam becsajozzak. Tehát arra meg nem jó az, hogy pénzért veszel szolgáltatást, hanem pont azt kellett volna meglépje, hogy ő maga meg tudja csinálni. Még az nem ugyanaz valószínű. Igen, persze, tehát és az életed egyetlen egy célja, az nem jön össze. Igen. Na, van egy kis segítségünk, csak utána járunk, hogy hogy zajlik ez. Bilkei Pál kriminálpszichológus. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mindig azon gondolkozik az ember, nem tudom, biztos ismered az ügyet, hogy ugye ő föltöltött a fiatalember egy videót, hogy ez egyfajta segélykiáltás ilyenkor, vagy ha ezt valaki időben észreveszi, akkor ezt még meg lehet akadályozni? Vagy milyennek a lélektana ilyenkor? Igen, ez az úgynevezett help for a cry. A kiáltása cry for help, a kiáltása segítségért. Uh-huh. Kiáltása segítségért, mert bajba vagyok, de hát ez a baj nem ebben a 22 éves korban jelentkezett. Nekem véleményem szerint ez valahol korai gyerekkorban volt. Aha, és akkor egy videót azért tölt föl, ha még valaki észreveszi. Igen, hogy segítség. A segítségkérés. Itt valószínűleg ő neki a gyerekkora, kora gyerekkora volt nagyon problémás. Nagyon problémás volt azzal, hogy állandóan szitták, ügyetlen vagy, ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, és kialakult a gyerekben egy negatív énkép. Hogy én alkalmatlan vagyok mindenre, alkalmatlan vagyok a csajozástól kezdve, bármiféle dologra csak kudarcot vallok, és aztán eljött a robbanás, avval, hogy akkor nem, de én tényleg ilyen vagyok, akkor büntetek mindenkit. És miért pont most? Ilyenkor van valami kiváltó ok? Tehát azt mondod, van, hogy gyerekkorban történik valami, az halmozódik, mi lehet a kiváltó ok? Hát itt mindenképpen valamilyen kudarcélmény. Amikor vagy sűrűsödnek a kudarcok, vagy pedig történik egy valami, ami azt mondja, hogy akkor vége a világnak. És amikor ezt a segélykiáltást fölteszi az internetre például ez a fiú, akkor meddig szoktak általában várni, hogy erre válasz jöjjön? Mert ő is gondolom pár nappal előtte föltette a videót, ha ott esetleg jött volna szakszerű segítség, akkor nyilván megáll a dolog. De miért lépett ő tovább a konkrét gyilkolásra? Mert semmilyen segítség nem érkezett. Aha. Semmilyen segítség nem érkezett, senki nem jött, hogy megfogod a kezedet és segítek neked, és belátta, hogy ez így nem mehet tovább. De ugyanakkor, amivel próbálta kiegyensúlyozni a saját elkeseredését, ez az agresszió volt. Lehet a között, ami összefüggés, hogy nagyon sokan szednek azért ott mindenféle gyógyszert, tehát hogy fölírják mindenkinek az antidepresszánsokat, hangulatjavítók, kedélyfokozó, tehát ugye Amerikában ez viszonylag könnyen hozzá is lehet jutni, meg úgy írják föl, mint mondjuk itt valakinek azt tanácsolják, hogy szedjen C-vitamint. De ezek a mészállások az esetek többségében ugye mindig Amerikában történnek, hát ennek csak van valami oka, nem? Igen, ez nagyon csúnya szó, amit mondok rá, de ott van a kultúrája ennek. Uh-huh. Valahol veszi a példát, ha ő is megtette, akkor én is megtehetem, a következő majd szintén így fog gondolkodni. Tehát, hogy tulajdonképpen azért, mert ott csinálják, ez egyfajta minta az ottani fiatalok? Igen, igen, uh-huh. Ez egy minta. Ez egy minta, hogy akkor legalább meg most megmutatom, hogy én milyen erős vagyok. Ja, igen, tehát hogy gyakorlatilag ez egyfajta ilyen férfias megnyilvánulás is a részükről. Megnyilvánulás, bemutatom a világnak, hogy megbosszulok mindent. De mégis erős vagyok. De mégsem közben annyira gyávák, hiszen ha valaki azért öngyilkosságot követel, mint ez a fiú is a végén, ugye, hát ő is főbelőtte magát, hát azért ahhoz kell egyfajta bátorság. Nem, tehát ez egy kettős személyiség, nem tudom, hogy közben fegyverrel lelőni ártatlanokat, az maga az igazi gyengeség, de közben öngyilkosságot elkövetni. Az, ez benne van. Benne van ebbe az egész dologba, a negatív önképbe, hogy megbosszulom, amiért én ilyen ember lettem, és ez a negatív énképből adódóan, hogy nem is folytatom tovább az életemet, mert nincs értelme. Ha felelősségről lehet beszélni, akkor honnan kell elindítani ezt a szülőktől? A szülő? Szülő, igen. Itt egyértelműen a szülő. De hát a szülők átadták a videót a rendőrségnek, és azt mondták, hogy szerintük baj van, nézze meg a rendőrség. A rendőrség behívta, hát, kihallgatta a fiút, és elengedték, azt mondták, szerintük tök egészséges.
ahelyett, hogy a szülő fogta volna meg a gyerek kezét, és leültette volna, hogy mi baj van. Aha. Hát lehet, hogy ez adott ponton túl az már, ha az elmúlt 10 évben nagy baj volt, vagy sok baj, akkor az kevés. Igen. Igen. Hát nagyon, nagyon érdekes ez az eset, szomorú is nyilván, persze. Döbbenetes. Döbbenetes, igen. Köszönjük szépen a segítséget. Okay, köszönjük szépen, jövő. Hello, ciao, köszönjük szépen. Képzeld el azt a szülőt, nem? Hogy ott hogyan tovább? Hát, hogyha most kapott észbe, akkor viszont tényleg baj van. Ha eddig nem vette. Szóval azt nem hiszem el, hogy egyik pillanatról a másikra el lehet jutni ide. De egyik pillanatról a másikra nem. Biztos nem, nyilván. Nem. Meg hogyha megnézték előtt ezt a videót, akkor tényleg nem ülsz le a gyerekeddel beszélni, hogy figyelj, dumáljuk át ezt a dolgot, mert itt valami nagyon nagy gáz. Tehát annyira gyanús volt a videó, hogy elvitted egyébként a rendőrségre, de annyira nem volt gyanús, hogy leülj a gyerekeddel. Lehet, hogy leült. Hát ezt hogy azért nem lehet, hogy leült. De hát most 20 év után leülsz egyszer, tehát azért ez egy összetettebb dolog. Egyszer leültetted, a gyerek zárkózott, nem mond el semmit, már nem te vagy a legfőbb bizalmas, ha nem bízik benned. Tehát ezért ez szerintem ebbe akár ötleülés is lehet, bizonyos folyamatokat egy idő után már nem tudsz visszafordítani, ha a gyerek ellenségként tekint rád, vagy úgy, hogy te elárultad őt, hát vagy akkor már nem fogja neked ezt a dolgot. Nem voltál elmondani. A partner számára, mert hogy egyébként nem volt meg benned az a fajta nyitottság, aminek ki kellett volna alakulnia már korábban, a korábbi évek során. És ez ezzel a szerintem nagyon komoly probléma. Igen. Na mindegy. Szegények, ugye? Hát leginkább a szülők és az áldozatok. 8:30 múlt, pontosan 2 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni. Jó, SMS-ben természetesen, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt, 1 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. M3-as trafi a Káli felüljáró Nyíregyháza felé. Ez ebben a pillanatban jött. Igen, 200-as kilométernél, szintén az M3-ason Pest felé. Ott is van egy trafi Lézersó Kapuváron, a 85-ös főúton. Laci üzente ezt nekünk. Podbanicki utcában frontálisan összement 2 autó, Dózsa Györgytől dugó várható. Ezt Roberto küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mennyi? De pont jó. Elég. A közlekedőknek pont elég. Igen. Ma képzeljétek el, nálunk nagy nap lesz, 3 hét után végre megszabadul Deni kutyánk a galériától, ami némiképpen átváltozott az elmúlt 3 hét során a formája. Eredetileg úgy nézett ki, mint egy ilyen kis harangvirág, vagy én nem is tudom, egy pipac, szép kör alakú volt. 3 hét alatt köszönhetően a szűk helynek, meg annak, hogy a kutya egyébként egy picit bólogatva szalad állandóan az udvaron, lekoccolt az összes, azt az egyetlen darab autót, ami az udvarban áll, a szemeteseket, a falat, a stb. Bent a lakásban gyakorlatilag mindent felborított, amit fel lehetett, és ezt 3 hét alatt nem egyszer, hanem naponta 20-szor. És csináltunk róla egy előtte, meg egy utána képet, tök jó néz ki szegény, hogy egy szemműtéten esett át, és emiatt kellett neki fölrakni. Gyönyörű szép kör alakú. Ez az előtte. Ez az első nap. A mostani nap pedig már úgy néz ki, hogy kicsit, mindig ételmaradékok, ugye természetesen nem tudott másképp enni, csak hogy egy szana szél dobálta benne, ugye a boxerek amúgy is hajlandó sok állandóan a pofarázásra, fűrázásra, stb. Rettenetesen néz ki a műanyag, és oldalt pedig az egész annyira cakkos, annyira szegfűszerű lett, hogy ez valami hihetetlen. De végre. Ma leszedik? Ma leszedik, igen, és akkor eltávolítják a kis varratokat is a szemhéjából, és akkor újra visszanyeri a látását az egyik szemére, illetve hát gyakorlatilag mind a kettőre, úgyhogy nagyon örülünk neki. És az egy, hogy ne vakarja magát, ugye? Ez a törzsér, ne tudja elvakarni. Igen, és a sebet. Nem tudott hozzáférni, és nagyon hősiesen tűrt a kis picit. Tehát, hogy nem volt vele semmi, persze megyünk, igen, hát hátul ő viszonylag fészkelődős típus, tehát nem annyira örülne neki Móni, hogyha előre rohanna az első ülése, bármikor, amikor meglát valamit elől. Úgyhogy ma lesz ez a nagy nap, és végre egészséges lesz megint. Az jó, és a macska nem bántotta ezt a tölcsért, hogy nem ingerelte? Érdekes egyébként, hogy nagyon kíváncsi volt rá. Hát azt gondolom. Hát ment oda, nézegette, szagolgatta, kíváncsi volt rá, tudott, hogy mi ez, hogy változott a Deni radarra. Valamint ugye támadható lett a kutya. Ja, hát könnyebb, persze vele védekezik. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggel, szervusztok, sziasztok, Csaba vagyok. Szia. Hello, Csaba. Csaba, mi újság? Honnan hívsz minket? Még Budapestről, de most félreálltam, nevezettem volna. Így a játékra jelentkezésre, hogy félreálltam. Félreálltam. Aha, de sofőr vagy sofőrként dolgozol? Sofőrként dolgozom, igen. Mit szállítasz? Szállt autóalkatrészt. Autóalkatrészt, aha. Jó, szokott menni a játék? Eddig mindig beletoláltam általában, szóval azért nagyjából így általában. Aha. Hát most kíváncsi vagyok. Mi is? Hogy telt a hétvégét, mit csináltál? Hú, hát fiamnak voltak meccsei.
volt egy nemzetközi tornán. Aztán meg Zsultai Zsolt jött. Ő focizik, igen, uh-huh. NB1-es focista. Na, az igen, hol játszik? Újpestben. Hát akkor most boldogság van a hétvége után. Na, boldogság, igen, mert a kupadöntőt is megnyertük, aha, de az már felnőtt csapattal. Honnan tudsz te bármit a kupadöntőről, Feri? Ennyi. Figyelj, muszáj felspanolnom. Mindig meglepsz. Bedobsz hirtelen így jobbról egy filmek, ilyet, hogy sport, az Újpest most boldog. Igen, mert hát kupagyőztes lett. Ott lakatolta le valahol a Megyeri úti stadion környéken a bringelt, és ellopták mind a két gyerekét, és utána érdeklődött. Azért mondom be, hogy 20 000 ember volt a Népstadionban a mérkőzésen. Oké, okay, persze, de hogy ezeket így vágod, és tudod, ez meglepő. Ennyi. Én csak a sport van most már az életemben. Csak a sport. Mondjuk most, hogy elárultad, hogy Ute Drucker vagy, nem biztos, hogy én itt mondjuk itt kint letenném az autómat. Nem biztos, hogy szerencsés a Fradi pályáról hagyni. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy kérlek szépen, szerintem vihető. Harmadik kicsit nehézkesebb, nekem iszonyatosan könnyű, hiszen profilomba vág, de hogy az első kettő, azt szerintem simán vihető. Na, ami viszont fontos még ezen kívül, hogy nyertél már most egy ajándékcsomagot, ha jól tudom, jól mondom, javítsatok. Így van, egész héten lesz egy garantált ajándék, amit minden egyes hármas ugrásban játszó kedves hallgatónk megkap. Igen. Ó, köszönöm szépen. Bizony, tehát ezért nem kell kérdést elvinni, nem kell semmit nyerni. Adásba kerülsz, az már jelent egy ajándékcsomagot. Méghozzá egy szép ajándékcsomagot. Majd fogod hallani a reklámblogban. Na jól van, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Mi a Hawaii-szigetek fővárosa? Honolulu. Mehetünk tovább? Persze. Egér a látétért, így szól a második kérdés. Kit akar kiszabadítani egy ültetvényes fogságából a Django Elszabadul című film főhőse? Hát én úgy tudom, hogy a feleségét. Így van. És jól tudom. Ez. Add majd. Jó van. De jó vagy, nagyon mész. Na. Hát ez a harmadik, ez jó könnyű. Már akinek? Ne felejtsd el. Hát ez ilyen, ennél nehezebbet szoktak lenni, ez egy ilyen általános. Figyelj, éveket töltöttél el mellettem, nyilván ezt kened vágod. Nyilván minden ez, tudsz már. Feri is tudja. Kérdés. Igen. Menjünk? Menjünk, így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik azt a klasszikus csokoládétortát, amit sárga barack lekvárral ízesítenek és csokoládéval vonnak be? Az a Rigó Jancsi? Nem. Az a sárga barack középen szokott benne egy ilyen kis vékony igen csík. És ugye hát ilyen háromszög alakú. Egy, a sógoroknál. Igen, ez a Zahér torta. Jó, Zahér torta. Nem kell tankodni. Ráadásul Rigó Jancsiból nagyon tortát nem csinálnak, az egy szóló süti. De tortát meg igen, de az a szelet. Ez a klasszikus csokoládé tortát, így szólt a kérdés. Oké. Hát sajnálom. Igen, jó, nem baj Csaba, mehet a boom, jó, próbáljuk meg, mennek az ajándékcsomagok, figyelj, indítjuk, tiki, taki, próbáld meg. Hát akkor boom! Hát Nálam semmi? Nem. Semmi. Nem, Csaba. Nem baj, én örültem, hogy át tudtam el. Mi is örültünk, ment volna. Tehát, hogy ez nem volt annyira nehéz, és tudtad is, csak egy kicsit tényleg elkapkodtad. Igen, mert nem tortát. Egyből, hogyha a kérdést úgy elgondoltam volna, akkor biztos, hogy nem ugye tortaják, mert addig olyan csak szelet. Igen, bizony. Igen. Ez ugye egy ilyen klasszikus csokoládi torta, amiből aztán szintén csinálnak szeleteket, de hát a sárga barack ízesítés ugye az ott van, az a Zahér torta. Oké. Okay. Köszi a játékot! Köszi, ciao, ciao! Hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, gyorsan még egy friss közlekedési hír. Tatabánya 1-es út, oda híd alá elbújtak, ott vannak, úgyhogy mérnek mindenki ott is. Figyeljem, 6 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 4:10 lesz pontosan, 6 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, M0-ás tele van munyárral. Munyárral. Szambora az Isten írta nekünk, Ede. Egy kis határinfo, Ártánnál befelé Nagyvárdáig ér a kamionsor, kb. 10 kilométeres, óránként mozdul kb. 500 métert. Mi van itt? Ha vámos időszakban nem vártunk ennyit, írja egy hallgató. Tatabánya 1-es út híd alatt egy szép kis trafi, elbújva, nehezen észrevehető. Mindenki figyeljen, M3-as trafi a Káli felüljáró Nyíregyháza felé,
Ott is drága fotók készülnek. 85-ös főúton Kapuváron szintén van lézersó, ezt Laci üzente. És a Podmanicki utcában szép nagy a dugó, mert hogy frontálisan összement két autó. Már a Dózsa Györgytől dugulás várható. Ezt Roberto küldte nekünk. Na, és van egy játékunk, ugye? Méghozzá ez a DTM játék. Ha valaki helyesen válaszol, mostantól kezdve egészen péntekig, akkor minden nap kettő darab belépőt adunk a DTM túraautóvilágbajnokságra. Ez nagyon ez a német túraautó. Ez a német túraautó az azért érdekes, mert 25 év után jönnek vissza. Tehát nem voltak már ugye Magyarországon. Nem voltak idáig? Maga a verseny az volt, ez ugye? Volt. A verseny az volt, de Magyarországon nem voltak. És ez ugye ilyen három nagyon nagy gyártó, a BMW, Audi meg a Mercedes. Meg ilyen házi versenye, és van benne például volt Forma 1-es pilóta, akit nagyon szerettünk, Petrovot emlékeztek vagy hogy nem Ladával versenyzett, és akkor most ő ott van. Igen. Azt hiszem a Poldi Resta is talán volt. A Poldi Resta volt Forma 1-es. Most ő is ott van, Timo Glock, ilyenek. Hoppá. Bizony, úgyhogy jó. Akkor ez egy komolyan vehető bajnokság, nem úgy, mint a Ladies Cup, ugye? Hát nem emlékszünk már mindenre. Kevésbé komolyan vették. Szóval idén hétvégén ugye megrendezik a DTM magyarországi futamát, és oda lehet jegyet nyerni. És ahogy látom, el is mondtam a választ a kérdésre. Szép volt, Bali. Mikor van a DTM magyarországi futama? Így szól a kérdés. Régen de hát te már legalább senki 15, nem emlékszik már erre. 15 másodperc a kérdés óta, vagy az állítás óta. Tehát mikor van a DTM magyarországi futama? Mostantól kezdve péntekig minden nap páros belépőjegyet adunk valakinek, és ott lehet a német túrautó bajnokságon Hungaroringen. Azt hittem mondod, hogy mikor. Nem, hát ezek után már nem. Jó, tehát mikor van a DTM magyarországi futama, olyanok írjanak, hogy örülnek a jegynek, vagy oda tudják valaki olyannak adni, aki szívesen menne, örülne neki. És csütörtökön reggel mi megyünk egy budapesti helyszínre kitelepülni, azért, hogy a budapestiek se hiányoljanak minket, aki akar velünk találkozni, ez egyfajta, úgy is mondhatnánk, hogy a turné pesti lezárása vagy állomása, kis túlzással, a Vörösmarty téren leszünk csütörtökön. Nagyon exkluzív helyen. Egy exkluzív műsor, hova menne máshova, Jani? Így van. A Vörösmarty téren állítjuk majd föl, most kivetesen nem az üvegstúdiót, hanem valami DTM kamion. És abban leszünk. Ugye, én ezt hallottam a spotban, ennek holnap pontosan utána járunk, tehát ott leszünk csütörtökön, a Vörösmarty téren, ha valakinek van kedve, jöjjön oda. Ez tulajdonképpen a pesti kitelepülések egyike, azon kevés pesti kitelepülés közül, ami van idén, tehát a pestiekkel mi most találkozunk, vagy a budapestiekkel, így mondom. Mert utána megyünk még Klassznyár, négy vidéki helyszín, Budapesten kevesebbet vagyunk, most csütörtökön ott leszünk. Azt mondtad, hogy DTM kamion? Valami olyasmit mondtam, de tudod, a mai napon kevésbé vagyok beszámítható, úgyhogy bármi kicsúszhatott a számon, és ennek semmi köze lehet a csütörtöki kitelepüléshez. Vizes lett a feje a hétvégén. Kicsit sokat fürödtem, és 6 órát aludtam, úgyhogy ma még nem vagyok formában. Ez nem Európa legnagyobb túraautó bajnoksága? De ez az, de a DTM a német túraautó bajnoksága. Erre lehet nyerni nálunk esetleg? Meg megérkeztél a megszólalásba. Igen, ez az, ami például Zsalálézi, Heinz, Harald, Frenzen, Mika Hakkinen és Raff Schumacher is egyébként már indult. Ez az, van, ez és az, utána ez innen az. Mentek a Forma 1-be, és most is van egy csomó olyan pilóta, aki már benne van, és volt a Forma 1-ben, meg olyan is van, aki most benne van, és majd megy a Forma 1-be. De durva! Nagyon megjöttél. Bizonyám, úgyhogy erre a futamra lehet jegyet nyerni. Vörösmarty tér. De jó, és a Vörösmarty tér. Én két dolog miatt nagyon szerettem annak idén a Vörösmarty teret. A karácsonyi vásár. Egyrészt mindig ott bandáztunk, amikor még rosszalkottunk és bankoskodtunk, akkor ilyen tizenéves korunkban mindig az volt egy ilyen kedvenc törzs helyünk. Igen? De miért nem valamilyen Rákóczi térre mentetek, vagy miért rondítottatok? Mert mindig az első alattakon nem minket a stricik. A Vörösmarty tér olyan szép hely, ott nincsenek olyan gördeszkás fiatalok, grafitis fiatalok, kapucnis, mindent összefújó mert fiatalok. Mert az volt a lázadás, hogy mi lepattant a szutykosan, mocskosan ott bankoskodtunk, miközben meg ott mindenki azért járt oda, hogy bevásárolgasson. Aha, és csili-vili legyen. Ez csili-vili legyen, ti pedig a Fontánába. Igen, a Fontánába, meg a City Grillbe, gyerekek. Hát ott a Vörösmarty út, ez ugye Váci út, a City Grill, az ott volt. Az igazi oka az volt, hogy akkor Lőrincről már kitiltották. Igen, akkor Vörösmarty út. Bizony. És mindig így vágyakozva nézegettem ott azt az exkluzív cukrászdát, hogy vajon azon túl mi történhet? A falakon belül? A falakon túl. Tényleg, hogy igaz esetleg az a városi legenda. Hogy gyerekek, adta? Szerintem az nem. Nem? Tehát szerintem az egy városi legenda volt, amit valaki egyszer elindított,
és azóta egy generáció úgy él, és úgy nőtt föl, hogy ott öreg nénik, idős hölgyek, nem öreg nénik, idősödő, idős dámák a dobos tortába beleszúrják a villát, és az fölfelé áll. Én diplomata pudinggal ismertem, ahol ja, remegett. Ha lefele fordítják a kávés csészéjüket, akkor elfogyott a kávé. Akkor odaülhetsz mellé, és akkor fiatal tenyész bikákat keresnek, akik jó pénzért nagyon megbüntetik őket. Szerintem ez soha nem volt. Én még nem is pénzről hallottam, hanem általában valamilyen fuchsról. Tehát aranyat kellett adni a hímnek? Nem, a néninek kellett adni, hogy a hím, a kan, a tenyészbika, aha, hogy Balázs fogalmazott, kapott a végén valamilyen kis arany karláncot, vagy de ez nem reális. Medállal. Na, várjál, mi volt? A néni fordított, aki kívánta, vagy a fiatal sejen fiú fordított, aki vihető volt? Ha ez valójában volt, hogy működött? Én bementem oda, és körbenéztem, és ha láttam egy idős nénit, és állt ki a Rákóczi túrosból hát, a villa... Ha bementi, akkor te tudod, hogy mit lehet. Mindig csak be akartam menni, és elmentünk ott mi is ilyen karácsonyvására, gyerekként, gimnázistaként, és mindig ott nézzük, a cukrászda. Ott bent pedig, hát mesztelen 70 éves nők rohangálnak. Kicsit ja, kenük egymással tökös vákos rétest. Gyorsan szálljuk fel a kis földet, húzzuk el, milyen messze. Álltam a tesómmal, néztük, igen, háttal a fontán a üzletháznak, hogy úristen, Tomi, mi ez nem maga a fertő. Nem megyünk be. Nem kell egy jó 24 karátos aranykarkötő. Menj be, tehát nem menj be, tehát dehogy merek, nem merek. Szerintem ezt a tulajdonosok egyszer igen kitalálták, és a 80-as évek végén ez így elterjedt, és mindenki azt hitt, van, és bement, és annyira nem volt semmi. De ha volt, akkor kinél volt? A néni jelzett, vagy a fiatal fiú jelzett, hogy ha-hó, néni, vihető vagyok? Szerintem ha-hó. A fiú. A fiú jelzett, hát, hogy most képzeld, ha egy néni véletlenül úgy szúrta bele a villát, és oda mentek hozzá, hogy na mama, egy kör, mit akar maga most... briganti? Egyébként, látod, tehát a fiú szúrta a villát? Igen, szerintem a fiú szúrt. Márhogy a villát, igen. Márjátok az volt, hogy lefele kellett fordítani a kávéscsészét, és az jelezte, hogy te... Aha. Táncba vihető vagy, tehát Kati néni vihető, lefordította a kávéscsészét. De szerintem ez legenda. Tehát én hallottam sütibe beszúrt villát. Nem tejszilbot kellett szétkenni a szádon. De igen. A melkasodon. Vagy volt ilyen titkos jel, hogy te beültél és kértél egy feketét két cukorral, extra habbal, akkor az azt jelentette, hogy várod az idős dámákat. De akkor azt a pincérnő tudta, hát neki mondtad. Igen. És akkor ő oda ment az idős dámákhoz, hogy ne haragudjon Erzsike. Ott ül az a jó képességű fiú. Nem, néni, hát biztos nem így hívták azt, hogy nem tudom, asszonyom, vagy... Nagy sasszonyság. És mi történt? Várta őket a bejáratnál egy taxi, átültél az asztalhoz, te mint sejjen fiú, és megbeszélted a nénivel, és ott ült egy 70 éves néni, egy 30 éves tenyészbikával, és kéz a kézbe kivonultak? Nem, oda mentél a kerekesszékhez, és kitoltál. Vagy kiment a néni, és egyszer csak fölállt a fiú, és kiment utána, és elmentek lakásra? Valószínűleg az volt, hogy te jeleztél fiúként, hogy táncba vihető vagy, és hogyha a néni tejszínhabbal a kiskanál segítségével igen, átdobott egy ropit az asztalhoz. Igen, akkor együtt mehettetek haza. De hogy... És valaha valaki beszélt már olyan emberrel, aki legalább egyszer szúrtott egy dobos tortát? Vagy elvitt egy jól karbantartott milfet? Szerintem valaha valaki csináltott valamit? A tortába szúrás az csak egy jelzés lehetett, és hogyha átküldött a madám a srácnak az asztalára mondjuk egy lúdlábat, ami egy stilizált bermuda háromszög formájú, akkor tudta, hogy akkor minden oké. Valahogy át kellett jelezni a másik asztalhoz, nem? Hogy akkor oké. Hát valahogy jelenni kellett, persze. És akkor ezeket a fiúkat akkor utána elvitte a nénye, és akkor ott valami közeli Váci utcai lakásra fölmentek, a kisfiú elkapta a nénit, és ezért ő pénzt kapott. Így van, és pontosan. És ki találta ki, hogy ezt egy menő cukrászdában kell megülni? Hát máshol hol ülték volna meg akkor? Hát mit tudom, én a Váci út... A jégbüfébe vagy a Váci út első padján, ha ülsz keresztbe tett lábbal, akkor a néni oda söndörödik melléd, leül, megsimogatja a combot. Tehát ez miért egy cukrászdában? Arra gondolsz, hogy ez vírusmarketing a cukrászda részéről? Vonzerő, arra bemész? Nem, mert ez egy menő helynek számított. Tehát, hogy egyrészt ugye a pénzes nénjék azok nem ültek be, csak úgy akárhova szerintem, egyrészt. Másrészt meg leülős hely kellett, hogy legyen, ezért például a jégbüfé nem volt alkalmas, hiába volt minőség.
A másrészt pedig akkor tehát ilyen igazán exkluzív helyek, ilyen kávéházak nem nagyon voltak. Igen, hát hol ültek volna be egy ilyen késdobálóba? Igen, egy ilyen, azokat... ilyen lambériázott, hogy hívják be? Ilyen mesztelen nős naptáras, piros késdobálós. Műbőr, piros műbőrszék. Műbőrszékes, igen. Flipperes helyre. Nem. Hát... Igen, hát átkozva ezeket a kávéházakat, ezeket ugye bezárták, butoraktáraknak használták, tehát hogy ugye gyönyörű, szép, hihetetlen stílusú kávéházak egészen nem működtek, vagy vegetáltak, be voltak zárva, és ilyen butor lapokat használtak benne. Aztán, hogy ezeket felújították, és újra megnyitották. De az a cukrászda, az működött. És idős férfiak is szedtek föl fiatal férfiakat, vagy nem, őket? Nem, ez kifejezetten idős hölgyek. Idős hölgyek fiatal férfiakat? Aha, nem, ez egy teljesen szimpla, már hétköznapi hetero vonal volt. Szerintem azzal a különbséggel, hogy hát nagyobb volt a hétköznapi és a szimpla azért egy 20 éves srác, 70 éves idős nagymama, vagy idősödőcske, azért az a szimpla és hétköznapi, hát nem. Hát figyelj, neki belefér. Hát most értem. Talán kevésbé szimpla és hétköznapi, hát ki mire megy, nem? Telefonált valaki? Igen, beszéltem egy István nevű sráccal, ő nem akar adásba szerepelni, mert nem vállalja föl azért így hivatalosan, ő a 90-es években főiskola Tessék. Után. Akkor ez létezett, gyerekek. Jártak oda? Igen. De konkrétan? Igen, oda? Igen, és azt mondta, hogy nem villa beleszúrás meg ilyesmi, hanem hogyha küldtek süteményt, és elfogadtad, a hölgy küldött süteményt, és azt mondtad rá, hogy nagyon szépen basszus, köszönöd. Engem hátsó bevartak volna. Akkor ez azt jelentette, hogy igen, mehet a buli. Tehát ültél ott az asztalnál. Igen. Megjött a lúdláb. Aha. Oda néztél, és láttad, hogy Marika néni átinteget, hogy ő küldte. Így van, ha elfogadtad. Akkor? Hát akkor. Akkor vinni kellett Kati táncba? Marika néni átült hozzád? Vagy nem, így gondolom, hogy megbeszélték utána a részleteket. Ha visszautasítottad, akkor ezt de várjál, hát ezek jómódú nők voltak valószínű, ugye? Hát gazdag, igen. Idős hölgyek, tehát valószínű akkor az lehetett, hogy ők odahívták a taxit, beültél a taxiba, elmentetek, és hát... Ennyi, rágugolt a gigolóra. Tessék? Rágugolt a gigolóra. És lakásra mentek. Igen, de abszolút, persze. És István konkrétan megcsinálta? Én szerintem tudja, azért nem akar adásba jönni. Nem mondta el? Nem. Mi értéke volt akkor egy ilyennek? Tehát 3000 forint, 5000? 30 ezer, 10 ezer? Mi volt az értéke egy, a plusz a egy férfi testnek? Mert most be tudjuk, igen, plusz a ludlám, igen. Tehát most be tudjuk lőni, hogyha egy férfi vesz igénybe egy ilyen szolgáltatás nőtől, az körülbelül mennyibe kerül. Úgy általának ma van egy piacérték. De akkor mi volt? 500 pengő? 4 milliárd mil? 4 milliárd mil pengő? Nem, ez nem olyan régen volt. De igen, Károly Robert aranyforint. Igen, veretett aranypénz Mátyás udvarából. Igen, hány dukát? Igen, 4 milliárd mil pengő? Főiskola mellé jól jött, azt mondta. Tehát, hogy a főiskola mellé volt kis kiegészítésnek. Aha, hát gyanítom, nem napi szinten csinálták azért ezt a srácok. De lehet, hogy csak beszélgetni kellett a nénivel. Aha, nem biztos. Aha, persze, nem, aha, biztos. Nem hiszem. Teli szája. Hát most nem arra gondolok, hanem a néni elmondta az életét, meg kellett hallgatni. Nem hiszem. Hát de jaj vagy te, Balázs. Tessék? De figyel, vagy. Azért miért? Gyerekek, egy lúdlábért beszélgetek. Már többhez több kell, de egy lúdlábért Rákóczi túros fél óráig mondhatod a bajodat. Azért miért nem fogol el szobára? Hát azt lehetett volna cukrászdába is beszélgetni. Mondjuk ez igaz? Nem, ilyen már fiatal ember mesélnék a honfoglalásra. És ott beült egy külföldi turista. Na, és az véletlenül elfogadta a lúdlábat, akkor egyszer csak azt látta, hogy volt. Halt néni ott mosolyog rá, és nagyon integet és már vitték is. És már vitték is, és egy taxiban ébredt kitömött szájjal valahol egy Robert Károly körúti lakásban. Viszont egy aranykarkötővel a kezén. Egy aranykarkötővel a kezén? És nem emlékezett rá, hogy mi történt? Az nagyon durva lehetett. Ez elképesztő. Nem? Képzelde. Nem mondta az árát? Én nem mondtam. Nem mondta meg. Hányszor csinálta, nem kérdezted? Egyszer, én szerintem főiskola alatt. Főiskola én úgy éreztem, alatt. Hogy főiskola alatt ez a buli ment. És úgy mondta, hogy a képviselő fánkot. És úgy mondta, hogy az osztálytársakkal, tehát a srácokkal többes számba beszélt. Hoppá! Tehát ők fősuli után mehettek oda, én gyanítom. De akkor ők ilyen kényszer dzsigolók voltak. Persze, egy kényszerpályán mozogtak. Uh-huh. Milyen jó lett volna neked, ez nem jött. Hát te tudod, Jani, hogy egy lúdlában mennyi pénzt lehet keresni? Mi édes szájú is vagy? Gyanús is nekem, hogy ki jár cukrászdába állandóan egyébként. Fura vagy, ez nem valami fiatalkori függőség ez a cukrászdába járás? Hogy hát egyszer már látsz egy ilyen lúdlába állított villát, és valaki meg... Aranyom! Mi meg érted, mi meg ott ültünk az izénél, hogy hívják, a Vörösmarty szobornak az alján, azt ott, hogy hívjákoltunk, jópofáskodtunk meg. Gondolkodtunk rajta, hogy este hova menjünk. Mi lett volna Aurórára bátor, vagy Kreténszre, ehelyett meg bementem volna a cukrászdába, azt halálra zabáltam volna maga. Nekem még a karkötő se kellett volna. Bátor vagy, és valaki csak azt mondja, hogy anyom, küldtem egy lúdlábat. Mentem volna 16 évesen, mi elkapott volna egy idős is hölgyecske. Ki csinált volna valószínű? Csak szóval nem járt olyan nem helyekre, legyen. Az a baj, Balázs. Tehát ide azért olyan helyekre kell járni. Jártál olyan helyekre 16 évesen?
Nem, ez az. Ez az. Hát ha tudtam volna. Persze. Érted. Nem jártam. Azt írja egy hallgató, hogy kaparni kellett a süti tetejét a villával, ez volt a jel a fiú részéről. Kaparni. Azt mondja a srác, hogy nem kellett kaparni semmit, se szúrni, semmi. Ha küldte a mami a sütit, elfogadtad, benne voltál a buliba. Mindom, nagyon sokat álltunk a bátyámmal a Vörös Martit, és így néztük, tudod, és kicsiként, hogy emlékszel, hogy nagy az épület, igen, nagy a felirat, és úgy menj be te. Dehogy, hát ott, és tudtuk, hogy ott vannak bent. Mert az a legenda az már így elért hozzánk, elsős gimnazista, 14 évesen. De soha nem mertünk bemenni. Soha. Miért nem dobtad oda magad? Párba is bevállaltak volna még? Az egyfajta tudatmódosítás, az, látod a bratyódat a néni másik végén, nem? Igen, vagy így ízét szimpoltok egymásnak. Nyugi, meg lesz a zseppén, csinálj csak. Nem kérdez semmi, tesó, hallod? Nem mondtad, hogy... Tarts ki, tesó, mindjárt vége. Gondolj az arany karperecre. Fiúk, ma szkanderoznátok a hátam? Mit mondom? Hogy csibészek vagytok még? Fizetek 5000-nek? Két hónap és az Adrián vagyunk! Két hónap és az Adrián vagyunk! Skanderos, tesó, skanderos a kutyáját! Bírt ki, tesó, bírt ki! Most cseréljetek helyet, rátolatok, te kis huncuk! Igen, mert ilyen nem volt nagyon. Mondom, mi sosem mertünk bemenni. Hát elegáns hely volt. Sosem mertünk bemenni, de tudtuk, hogy ott valami bent történik. Bemegyünk csütörtök után? Hát, hó, én kívülről nézem. Hát, ha rám küld valaki egy lúdlábat. Melyikünk kap előbb egy szelet sütit? Jó, én bemegyek. Na, figyelj. Egy lúdláb, nem? A gyerek lassabb ballag, valamit adnom kéne neki. Aranykarperec megteszi. Amilyen szerencsés, hogy kiküldte. Én küldtem Balába. És ott én 130 gyere jutsa. Megetted a lúdlábat, nem menekülsz. Nem tűnt fel, hogy kreszkrémet kaptál, bakke. Kint várunk a spanyaimmal. Hoztunk már a szörpát. Sírni fogsz, kicsirikó. Csak srácok, ez egy rádió műsor, csak vicceltünk, nem azért. De menjünk egy sütit, nem? Nagyon jó. Szerintem? A másra én küldök rátok. Jó. Nem á. Kaptok egy lúdlábat tőlem, a másik azt tartok. Egy lúdlábé megéri, nem? Mondjuk az fehér arany rajtad, nem? Az újadon azt elfogad. Igen. Na jó van. Hogy jutottunk el ideig? Ja, csütörtökön ott vagyunk. Bizony. DTM kamiont keressetek. És azért oda, mert egy nagy vágyálmunk 10 után bemenni. Ennyi. Ebbe a cukrászába, hogy oda szervezzük a kitelepülést. Jó, Vörös Marti tér, csütörtök, DTM kamionnal ott kell minket keresni. Most... Így van, gyertek ki mindannyian. Ott leszünk, úgyhogy jöhettek, igen. 3 perc múlva 9:30, jövünk mindjárt a reklám után. 3:45 lesz 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Még jönnek egyébként cukrászos élmények, abból az ominózus cukrászdából ott a Vörös Marti téren. Non-stop ott voltam, egy pohár vizet csak kaptam, csak kávéfüggő lettem, és 100 kiló. Kvázimódó külde nekünk. Hát, na igen, tehát nem, jelesztél, nem mindenki jött be. Igen. A nényéknek. Valószínűleg nem mindenkinek küldtek, igen. Én úgy hallottam ezt a sztorit, hogy idősebb hölgy kávét küldött a kiszemelt úriembernek. Ahány cukor volt a kávéhoz, annyiszor 10 000-et ért meg neki egy kis pajkosság. Aha. Csak egy ilyen félbe harapott kockat. Igen, hogy működik ez a városi legenda, mindenki máshogy hallotta. Én úgy hallottam, hogy kávét habbal kértél, akkor az azt jelentette, hogy kapható vagy. Küldtek neked egy szelet sütit, ha elfogadtad, akkor átülhetél a hölgy asztalához, és mehetett a móka. Az én pasim a 90-es években csináltam, egyáltalán nem nénik, inkább 40 éves csajok voltak ott, bent a cukrászdában, így egy hallgató. Kapani kellett a süti tetejét a villával, ugye ezt mondtuk, ez volt a jel a fiú részéről. Aztán írja valaki, vagy kérdezi, hogy hallgatlak benneteket, itthon anyósom is hallgatja a rádiót velem együtt, és lefordította a kávét a fehér szőnyegre. Most mit tegyek? Elkapjam majd neki? Hát, attól függ, mennyire van kifugszol. Nem, attól függ, hogy hány cukor van a kávé mellett kirakva. Én úgy hallottam, hogy a Bikuci kirakta a szörös kulcstartót bejelentkezéshez, és erre érkezett valami nem túl jó torta. Tehát a városi legenda a 6. verziója, hogy a férfi rakta ki a kulcstartót, és arra jött. Igen. Szakácsuliba jártam, az osztálytársamnak ez volt a jövedelem kiegészítése, konkrétan abban a cukrászán, amiről beszéltek, havonta 2-3 délután, ha meghajtott a havi 8-10 000 forint, 16-17 évesek voltunk, ezt Tom küldte nekünk. Aha. Az jó kis jövedelem volt akkor. Igen. Én meg egyébként úgy hallottam, most, hogy így eszembe jött. Várjál, van még egy 80-as évek működött, ugyanaz a cukrászda, a gyufásdoboz állása volt a jel. Hogy áll az asztalon a gyufásdoboz? Aha, tehát hogyha fölállítottad, akkor... Lefektetted, állítottad, hogy állt, mi volt a jel,
nyilván ez is ki volt dolgozva. De jó, hogy nem Málna... dohányzol, Jani. Igen. Következő. Málna fagyit kellett kavargatni fordított kanállal. Jaj, jaj, ezek már ilyen. Szerintem nem volt ez az egész ennyire túl bonyolítva. Sokkal egyszerűbb lehetett. Hát, nem tudom. Érted, kaptál minyont, és hogyha rózsaszín minyon volt, pink, akkor a hagyományos verzió érdekelte a lényét, ha meg csokis minyon, akkor komolyabb tortúrátra is fel kellett készülnöd. Akkor látogatás volt a reaktorban? Látogatás volt? Na mindegy, jó. Bedobjuk magunkat csütörtökön, aztán megnézzük. Oké, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszéltünk. Két témánk volt, az egyik a Santa Barbarai mészárlás. Ugye nyilván az ember szülőként, vagy ilyen történetet hall, megérinti, arról beszéltünk, hogy ennek vajon milyen jelei lehettek. Egy kamasz fiúnál észrevették a szülők, miért nem vették észre. Egyáltalán tényleg jó-e az, hogy Amerikában mindenkinél a fegyver van. Valamint ugye beszélgetünk a foci világbajnokságról, hiszen van egy VB-s játékunk, 10 után Csabihoz majd el kell küldeni a foci VB szócskát. És ugye a brazilokról beszélgettünk, mert hogy nem áll túlságosan jól a futball világbajnokság, sőt az olimpia inkább is. Inkább az olimpia. A futball világbajnokságra a stadionokat épp, hogy csak befejezik az olimpiát, lehet, hogy úgy van elveszik tőlük 2016-ban majd, vagy addig, és lehet, hogy London a beugró város, mert hogy nem készülnek el az építmények. Arról beszélgetünk, hogy micsoda pénzkidobás ez, és valami alternatív megoldást kéne kitalálni egy-egy utazó olimpiára. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 3:10, múlt 3 perc. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság? Minden rendben. Húzós hétvégétek volt? Nekem eléggé. Kicsit ki vagyok, gyereke. Csak nem láttam ma még a szemed. Nincs hűse. Ott hagytam. Hűse. 6 órát aludtam a 2 nap alatt, nagyjából hetet, úgyhogy picit akadozom. Hát a gyereknap az mindig ilyen, nem? Az mindig, persze, az mindig ilyen. Rafting túrán voltam Ausztriában, ami sikeresnek volt mondható. Leginkább azért, mert nem maradtunk ott. De a sport teljesítményről szól ilyenkor, tehát semmi izé, hogy elhajlunk egy kicsit meg. Hát elvileg így indult, hogy nem hajlunk el. Aztán mondom, mikor szombat 4-kor kizártuk magunkat az apartmanból hajnalba, akkor rájöttünk, hogy ez nem csak a sport teljesítményről szólt, hogy fogunk visszajutni, nem biztos, hogy be tudunk menni. Volt kaland bőven, de maga a sport teljesítmény is nagyon. Mi meg gyereknapozni voltunk a Noéban, és hát bejáratnál fogadott egy kedves ismerős arc. Hülye, és csináltam el egy fotót. Igen, ki is fogom rakni a Klassz FM Facebook oldalán, ott lesz, majd lehet látni, mindenki megnézheti. Ez menő. Jól néz ki. Mert ugye a Noé állatotthonnak a bejáratánál ugye Jani. Mesajog. Kiraktak egy ilyet, aranyosat. Jó, tudjuk, hogy te kérted, hagyjad már, hogy kiraktak egy ilyet. Így van. Nem kevés pénzembe kell. De, hogy is ne. De figyelj, már lapozza a többi kép között. Jaj, Csabi. Laura, azt nézd. És a gyerekenek. Úgy van. Hogy örül mostanában a testednek? Jelek. Mi újság? Jó volt a hétvégét, Csabi? Amúgy meg jó volt, igen, tehát ez meghatározta ez a gyereknap. Örömködtek a gyerekek, lementünk végre valahára a Dunapartra, nagyon régóta vártunk, mi szeretünk odajárni hekkezni. Római? Rómaira, és aztán onnan mentünk a Noéba. Úgyhogy jó volt. Azok egy ilyen kis baráti állatsimogatás, csak úgy kimentetek? Vagy? Nem, volt a gyereknapi műsor. Gyereknap voltam. Igen. Pont legéstünk, mert most őket az eső szegényeket, de tettő függetlenül az állatokat nagyon szeretjük, vittünk nekünk, mindig viszünk valamit, vagy ételt, most éppen takarókat vittünk nekik. Na, milyen mindig jó. Betakaróznak az állatok? Persze. Hát nem biztos, hogy most, de majd télire azért jól jön, meg beteszik az állatok alá. Az jó. Jó volt. Rendesek vagytok. Igen. Jól van, na mi ez a játék, Csabi? Ugye van, ami nálunk is megy, meg nálad is. Hát nálatok indul, nálam folytatódik, a pirosnál is megy majd. De és aztán... mostantól kell küzdeni a foci VB-t. Tulajdonképpen igen. Tehát ez a foci VB játék itt a Klassz FM-en. Nagyon egyszerű dolga van a Klassz hallgatónak. Küldje el SMS-ben azt, hogy foci VB. Aki ezt megteszi, óránként lehet nyerni. Csak a Klassz logent kell tudni egyelőre. Tehát óránként a Klassz logenért van egy Sony ajándékcsomag. Mindenki, aki elküldte az SMS-t, részt vesz a sorsoláson, amit ti holnap reggel fogtok megejteni. Tehát van egy napi fődíj. A napi fődíj ugye választható, akit ti visszahívtok, vagy feltesztek neki egy kérdést, az választhat vagy egy Sony Xperia Z, egy kompakt okostelefon, vagy egy 32-szoros LED Smart TV-t fog nyerni. És aztán ez megy 2 héten keresztül minden nap, és van egy fődíj,
amit szintén majd nálatok sorsoltok ki, vagy ti fogtok kisorsolni, ki fogtok átadni. Kérlek szépen, egy baráti társaság elmehet egy luxus nyaralóba a Balatonra, ott megnézheti a foci VB-t egy Sony 4K Ultra HD TV-n, amit aztán a nyertes után a haza is vihet. Mondjuk itt lesz verekedés vasárnap. Hát, indulás kivigye a TV-t. És a hát igen, hát ez egy szép éjszaka lesz. A Zsűl kinyomtatott nekem egy ilyet, ezt most nézzétek meg, nem tudom, hogy tudjuk ezt a hallgatóknak elmagyarázni. Mi a 4K? Már egyszer belementünk. Ez már, ma egyszer már belementünk, de belekavartuk magunkat. Hát egy olyan képfelbontás, ami még a Full HD-nál a Full HD-nél négyszeresen jobb felbontású, vagy valami ilyesmit jelent a 4K. Igen, tehát az 1K, a Full HD, 4K az úgy világos, értem. Egy vasárnap reggel pakolásnál pedig az van, jó, a tiéd a tévé, akkor enyém a hűtő. Nem, a vasárnap reggel az, hogy ha nem én viszem, a tiéd se lesz. Paf, hogy betűnik. Hülye állat, te barom, mit csinálsz? Vasárnap legel az lesz, hogy egy hálófős társaságból egy ember sokkal korábban fog kelni, mint a többiek. És elfuvarozza ezt a kisebb szobaméretű tévét. Hol van, Dezső? Hol a tévé? Rohadék. Igen. De a lényeg egyébként a hallgatói szempontból a legegyszerűbb. Csak annyit kell tenni, hogy elküldeni SMS-ben, hogy foci VB. Így van, tíz után. Igen, lehetőleg minél többször, mert ugye annál nagyobb az esélye a kedves hallgatónak, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ennek megfelelően, mert hogy kicsit tere lesz az SMS falunk, de technikai üzenet a hallgatóknak, a dalkérésre használjuk a Klassz FM Facebook oldalát, vagy a Klassz honlapot. Mert hát lehet, hogy rátalálok a foci VB-s SMS-ek között a kívánságokra, csak kicsi lesz. Igen, rá az 3000, esély. 3000 jön be, még a közlekedést is nehezen találod majd meg. Jó, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. És aztán még hívunk valakit a DTM játékra is. Bizony. Fú, gyerekek, tele vagyunk ajándékokkal. Deutsche Tourenwagen Masters. A hívószám nem megfelelő. Nem megfelelő. Aha. Aha. Hát most mi lesz? Nem felel meg a hívott szám. Milyen ügyesen tárcsáz ez a fiú. Ügyesen. Pedig. Na most. Ez az. Miért ilyen visszhangos ez a csengés? Én sem tudom. Mert kikapcsolom a csak. Morning show! Az bizony, jó reggel! Sziasztok, hello! Hello! Erzsi mama? Hát a mamát azt csak hozzátettem poénból. Hello Erzsi, jó reggel! Sziasztok! Hello, honnan írsz nekünk, hol hallgatsz minket? Nagyhegyesről. Nagyhegyes. Hajdubihar. 9 után kapcsolódtál, vagy hallgattad az egész adást? Hát most 9 után, meg kicsit későn keltem sajnos, de mindig szoktalak benneteket hallgatni. De rácsatlakoztál a Vörösmarty téren található cukrászdás élményekre. Igen, csillogott a szemed. Hát persze, hát testi vagyok, és hát azért, vagy voltam jobban, de sokat jártam arra, igen. Igen, közben csak mondom, hogy már kapom SMS-ben is, hogy mi volt a megfejtés. Dobostorta kakaó, ha jött még egy kakaó, akkor lehetett dönteni, hogy igen vagy nem. Aha. Valakinek a haverja ebből élt pár évig. Dobostorta kakaó. És adott, hogy jöhet egy másik kakaó? De akkor már elfogadtad a kakaót. Igen. Hát azért milyen, és ebben van is egy ilyen finomság. Kakaót küldünk a kis sejmes kis fiúcskának egy kakaót. Igen. De azt le kellett fordítani, tehát kiütötted. Igen. Erzsi, írtál nekünk egy SMS-t, ezzel teletél a nap hallgatója, azt kérdezte tőlünk, mit akartok beülni ebbe a cukrászdába egy lúdlábra? Lassan már nektek kéne küldeni. Jó, nagyon jó, szerettük. Köszi szépen. Köszi. Ügyes vagy. Te vagy a naphallgató. Jó, egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked. Nagyon szépen, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi, jó napot, sziasztok. Ciao, hello, hello. Na, és akkor az utolsó telefon a műsorban egy DTM játéknyertest hívunk, mert ugye minden nap elhangzik egy kérdés, lehet, hogy holnap 7 és 8 között, vagy 8 és 9 között, nem mindig ugyanabban az órában, páros DTM belépőket lehet nyerni a Hungaroringre, most hétvégére. A német túrautó bajnokság. Deutsche Tourenwagen Masters. Szereti, na. Az Jani németen szocializálódott. Hello, papit keresünk. Szia, papi vagyok. Hello, papi. Szia, Feri, Jani, Csabi, Balázs. Hello, papi. Na, mondd nekünk gyorsan a jó választ. A kérdés ugye az volt, hogy mikor van a DTM futam, mikor rendezik itt nálunk most. Most hétvégén, 31-én elsőjén. 31-én is elsőjén, így bravo, van. Bravo, bravo, papi! Ez pedig azért bravo, egy páros belépő! Szupi!
Nagyon jók vagytok, köszönöm szépen. Szereted, követed, nézed tényleg? Annyira nem követem, de majd most mostanában fogom elkezdeni, úgyhogy... Hát én figyelj, kint azért kinülni a pályán az egész más, mint pont, a tévében. Így van. Pont annyit láttál akkor, mint én eddig. Jó van. De, és te hétvégén már vezetsz majd egyel. Jó ja. van. Oké, kit viszel magaddal? Hát még nem tudom, lehet, hogy az egyik barátomat, azt, hogy nem hiszem, mert nem hiszem, hogy fog érdekelni. Ez egy ilyen pasis szórakozás. Papikám, küldjük a jegyet, jó mulatás nektek, jó? Köszönöm szépen. Köszi, ügyes vagy. Ciao, ciao. Fiderzén. Na jó van. Ez megőrült. De már magyarul semmit figyelzi. Mi a... Nem megy csak éppen. Remek zenék, Csami. Kicsit sírjál. Készültél, Feri. Szeretném megerőlegezni azt, a, azt az estét, amikor majd ugye a klassz hallgató a barátaival elmegy ebbe a balatoni luxus nyaralóba. Hát az egy őrült éjjel lesz, és ennek megfelelően vastag Csabi fog most nekünk énekelni a következő órában. Jó? Akartam mondani, mivel szerdán van a retro nap, meghallgatjuk ezt is. Holnap majd írjatok tippeket, hogy mit hallgatnátok meg, jó? Tehát, hogy mennyire menjünk vissza, 70-es, 80-as, 90-es magyar retro napot tartunk szerdán. De hogy jöhetnek holnap SMS-ben a tippek, hogy ki minek örülne. Egy jó karádikat. Igen, hogy mennyire nyúljunk vissza a múltba, a DJ Bali milyen dalokat szerezzen, hogy mégis mi legyen, jó? Úgyhogy mindenki gondolját, aztán holnap majd 6 és 10 között küldjetek tippeket, hogy mi az, aminek örülnétek. És ha vannak magyar. Nagy klasszikusok, hát azt beszéltük, hogy ez most magyar retro nap lesz. Így van, nem lesz egy jó Nena, vagy Kim White. Nem. Jó Nine and I Cikluf Balon. Nem, pont azt mondtuk, hogy ez most egy magyar retro nap, hogy a diszkokorszak eleje 90-es évek közepe, még 89-es évek. Ne otthon, Manhattan. 90-től az már jó. Igen, mennyire menjünk vissza, tehát ezt ki kell majd találni. Most a Manhattan is jó. Hát az is 90-es évek eleje. Rossz vagyok, de azt látom. Igen. Aha. Igen. Azért mondom, hogy 85, hogy mi legyen. Tehát ezt 85 meg kell lőni. Inkább a Zoltán Erika, Gergely Robi, nagy kedvenced. Robi. Első emelet, Hungária. De mit tudom, hogy Ergo még beleférjen egy retronabba, vagy menjünk a diszkós retronabba, és az a nagy diszkókorszak 95, 7, 2000, hagdiszkók, Splash, Cosmics, mit tudom én. Tudod, miért akarod kinyírni magunkat? Mert abban van egy móka faktor is. Van, persze. Nekem a diszkós verziót lenyomjuk hát, a halála májra. Behozom, ha kell. Mert nekem az a bajom egy ergóval, hogy az ergó az még mindig komolyan vehető. Tehát, hogy az tökre rendben van még most is, azt gondolom, hogy zeneileg. Vagy... Picit egyedül maradtál ezzel. Nagy lett a csend. Egy perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.